A szezon során fokozatosan nőtt a mezőny fölé a Falkó és az Alba, így teljesen megérdemelt, hogy ez a két csapat jutott be a bajnoki döntőbe. Innen pedig már csak egy kérdés maradt. A Falkó 5-ször, vagy a Fehérvár 6-szor. Legalább 3, legfeljebb 5 mérkőzés kezdődik a bajnoki döntő. És akkor most vissza a jelenbe. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit Boros Zoltánnal innen az M4 Sport stúdiójából. Jön az idei bajnoki döntő első felvonása Szombathelyről, és hát hogyha megnézzük, hogy hogy jutottak idáig a csapatok, akkor azt mondhatjuk, hogy ha meccsenként nem is, a párharcokat egészben nézve összességében elég simán jutott be mindkét fél ide a fináléba. Most engem meglepne, hogyha 3-0-át látnánk ezúttal is. Te milyen sorozatra számítasz? Köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát mindenképpen, mint külső szemlélőként, akár egy 5 mérkőzésig végignézném nyugodtan ezt az összecsapást. És valójában avval, hogy én ezt várom, Isten igazából, én is elárultam talán azt, hogy ilyen 50-50%-ban látok esélyt a két csapat mérkőzésre. Annak ellenére, hogy a Falkó a pályaválasztó, illetve jó náluk kezdődik az első mérkőzés, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a Fehérvár is képes lehet nyerni Szombathelyen. Kezdjük az elemzést talán a hazai csapattal, hiszen a Falkói a pálya előny, és az egyik főszereplő alig, hanem Perl Zoltán lesz, aki most már évek óta elképesztően magas szinten hoz stabil teljesítményt, szinte tizedre pontosan 18 pont az átlagon, most már szezonokon át. Mit lehet vele kezdeni egy bajnoki fináléban? Hát biztos, hogy több szenárió is van mondjuk a védekezésben, hogy mikor, melyik szituációban hogyan védjük őt. De ugye nagy része a pontjainak, amikor megszerzi, sokszor ugye az ő saját egy-egyeiből indul el, és ugye rendszeresen ugye tudatosan a Falkó ilyenkor gyakorlatilag kiüríti a büntető területen belül a saját játékosait, hogy gyakorlatilag minél nehezebb legyen rá segíteni. Emellett ugye vannak még a 3 pontos dobásai, tehát nagyon nehéz őt védeni, csapat csak akkor lehet valójában védeni őt, hogyha mondjuk labdás 2-2-ket használ, és abból próbál helyzetet teremteni, de nagyon nehéz egy-egybe megfogni. És hát azt láthatjuk, hogy már a döntő előtt elmondható, hogy az MVPD egyik várományosa. A történelem során eddig csak a budapesti Honvédnak sikerült legalább 4 bajnoki címet nyerni egymás után. Most a Falkó erre készül, hiszen 3-szor szombathelyiek nyerték a bajnokságot, és természetesen mind a 3-szor ott volt Perl Zoltán is. Talán azt is mondhatjuk, hogy átvette Szombathelyen a stafétabotot Kálmán Lászlótól. Perl Zoltán 27 éves korára már 3-szoros bajnoknak mondhatja magát. 2 éve a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 közé jutott a Falkóval, a válogatott alapembereként pedig már 2 Európa-bajnokságon is részt vett. Ezzel az eredménysorral a legnagyobb szombathelyi kosarasok közé emelkedhet, viszont Kálmán Lászlót a mai napig saját maga elé helyezi. A példaképem, hogy én úgy nőttem fel, hogy ő volt itt a legjobb játékos a Falkóban. Mindig is felnéztem rá, és próbáltam tőle minél többet tanulni. Ez nagyon jól esik, hogy az Oli engem tart a példaképének. Bízom abban, hogy tudtam neki segíteni, amikor edző voltam, meg most is azért beszélünk, nem azt mondom, hogy napi szinten, de el tudtam neki néha mondani a véleményemet. Kálmán Lászlót korszakos zseniként könyvelte el a Magyar Kosárlabda Társadalom. Klubhűsége aligha megkérdőjelezhető, hiszen 21 szezonon keresztül játszott a Falkóban. A bajnoki győzelemre 35 éves koráig kellett várnia. 2008-ban viszont mindennél többet jelentett neki a Körmend elleni győzelem.
Volt olyan szezonja, amikor a teljes alapszakasz során 30 pontot átlagolt, egy Kaposvár elleni bajnokin pedig 54 pontig meg sem állt. Ezek után nem csoda, hogy ő volt a Falkó történetének első olyan játékosa, akinek a klub visszavonultatta a mezét. 2013-ban egy szezonon keresztül csapattársa volt a 17 éves Per Zoltán. A 2014-15-ös szezonban pedig már edzőként segítette őt. Ha Szombathelyen ezt a két nevet egy mondatban említik, a legtöbbször csak ennyit mondanak. Ha őket nézed, könnyűnek tűnik a kosárlabda. Hát egy kis kajla gyerek volt, de lehetett látni, hogy ízig-vérig odafigyel mindenre és tanulni akart. Elég lassan dobta el a középtávolékat, viszont egy-egyben már akkor is nagyon meg tudod verni mindenkit. És sokszor mondtam neki ezt, hogy gyorsabban kell eldobni a labdát, még azt gondolom ebben is van neki lehetősége fejlődni, mert most sem még az igazi, viszont most már nem lehet otthagyni. Látom, azért tanultál tőle, meg mikor edződ voltam, videóztad, hogy a büntetőket hogy kell bedobni, és a végén hogy kell felvállalni egy mérkőzést. Én a Zoliban sokszor magamat látom, megmondom őszintén, mert egy igazi pontdobó játékos, aki nagyon jól használja a fizikai adottságait. Egy-egyben is szinte tartalatlan, de azt gondolom a 2-2 játék igazán az erőssége. Mindketten megtapasztalták, hogy milyen az ellenfél szurkoló táborának célkeresztében lenni. Egy kicsit elviszik a érzelmek így a nézők felé. Én is nehezen tudtam ezt kontrollálni, viszont mivel egyre idősebb voltam, egyre okosabb, érettebb, ez csak jobban feltüzelte az embert, és ki tudja zárni, és azt gondolom, hogy fejbe kell erősnek lenni. 9. NB1-es szezonjában ez lesz Perl 5. bajnoki döntője. Ez már önmagában egy nagyon szép teljesítmény, hogy ennyi időn keresztül mindig ott tudunk lenni a döntőbe, de természetesen szeretnénk megnyerni, mint címvédő. Biztos, hogy nagyon nehéz lesz, mert az Alba egy jó csapat, jó formában vannak, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy begyűjtsük ismét a bajnoki címet. Egy akkor óriási plusz a csapatnak, amit azt gondolom jó pár évig senki nem tud kinevelni, akár a magyar mezőnyből, vagy felnőni hozzá. Hát sok minden elhangzott itt Perl Zoli játékával kapcsolatban. Te hogy látod, mitől ennyire hatékony évek óta? Nyilván folyamatosan készülnek rá, hiszen a Falkó egyik vezéregyénisége, de mégsem tudják féken tartani. Az elmúlt években átalakult az eszköztára, változott a játéka? Nem azt mondanám, hogy változott, hanem jóval dinamikusabb lett. Tehát olyan ritmusmáltása van, olyan indulósebessége van, nagyon jó magasra föl tud ugrani, tehát a fizikális adottságai abszolút megadja az alapot azt, hogy ilyen képességű játékos legyen, és ezt nagyon jó kihasználja. Tehát akár egy lábról, akár két lábról, hogy itt láttuk több olyan bejátszását, zicserét, vagy hogy amikor gyakorlatilag még ütközés is a védővel, és meg tudja tartani az egyensúlyát. Ez meg a felső test izmai, illetve a törzs izmairól tanúskodik, hogy hihetetlen erős, és akkor még azt a koordinációt még mindig az egyik kezével meg tudja oldani, hogyha meg is lökik a levegőbe. Tehát valójában a fizikai adottságai az az alapja, amiért ő ilyen jó játékos, és ezt nagyon jól tudja kihasználni. Hát lesz dolga a fehérvári védőknek mezőnyposzton, de centerposzton is elmondható ugyanez, hiszen Keller Ákos is ott van a Falkó soraiban, akivel kapcsolatban van egy nagyon érdekes statisztikánk. Amikor az elmúlt 10 szezonban ő hazai pályán, a hazai bajnokságban szerepelt, akkor egyetlen egyszer kellett beérnie bronzéremmel, az összes többi alkalommal nemhogy döntőbe jutott, hanem meg is nyerte azt. És nyilván azt is mondhatjuk, hogy bajnok aspiráns csapatoknál játszott, ez teljesen rendben van, viszont azért minden szezonban több bajnok aspiráns csapat verseng, és ő rendre jól jött ki ebből. Ekkora jelentősége van akár a pályán kívül az ő személyének? Hát biztos vagyok benne, sőt, hogyha valaki melyik csapat bajnok akar lenni, akkor kezdje avval, hogy Keller Rákos leigazolja, vagy megpróbálja megkörnyékezni, tehát ez lenne a recept, az első lépés. Valójában a dinamikus játéka, a center játéka, ugye nem mindig ugye a pontszerzésbe veszik ki a részét, van, amikor 2-4-6 pontokat dob, van, amikor ugye betalál 3 pontosra, de valójában amit a védekezésben, meg a támadásban hozzátesz, mint mezőnymunka, akár védekezés, akár támadásról beszélünk, az
hihetetlen. Ilyen magassággal, ilyen dinamikus center nem nagyon van. Amellett, hogy vannak neki ugye korlátai értelemszerűen, de az a mezőnymunka, amit ő beletesz ebbe az egészbe, az nagyon hasznos minden csapatnál. A túloldalon pedig 2017 óta várnak arra a fehérvári szurkolók, hogy ismét a bajnokság csúcsára érjen oda az Alba. És az elmúlt években is azért ütőképesnek tűnt sokszor a keret, idén viszont tényleg úgy rakták össze a csapatot Simon Balázsék, hogy nem nagyon fért kérdés ahhoz, hogy bejutnak a döntőbe, a fináléba. Az elmúlt évek után mit jelentene egy arany az Albának? Hát mindenképpen egy újabb csúcsra érést, mert ugye az attól függetlenül, hogy 17-ben bajnokok voltak, utána azért korábban volt az a nagy sikerszéria, ugye a 1999-től 2001-ig, amikor zsinórban nyertek 3 bajnokságot, tehát egy újabb csúcsra érés, mert ugye voltak azért gyengébb szezonjai az elmúlt 5-6 éven belül az Albának, és mindenképpen ugye azt várták, hogy mikor lesz már megint újra, mikor, és ugye voltak azért gyengébb éveik, de most ugye megvan adva az a lehetőség, itt vannak a döntőbe. Tavaly sem voltak rosszak, mert pont a Falkóval játszottak egy 3-2-es mérkőzést ugye a döntőbe jutásért, és ott volt esélyük, mert hosszabbításba kaptak ki otthon, és nem jutottak végül is be a döntőbe. Tehát meg volt tavaly is az esély egy jobb eredményre, idén talán meg lesz nekik. Egyébként mélypontja idén is volt az Albának, majd erről is beszélgetünk, de előtte még egy rövid reklám. Most már tényleg csak egyetlen lépés a Puskás Aréna. Ott a gól! Vezet a Sevilla! És gól! 1-1! Jön a dráma a végén! Innen jön a folytatás Andalúziából. Sevilla, Juventus, UEFA Európa Liga elődöntő, visszavágó. Csütörtökön este, élőben az M4 Sporton. A műsorszám támogatója az Eneos motorolaj, importőre a Szakálmetál autóalkatrész. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Miért használok Alpecin? Mert szeretném megtartani a hajam. Mert szeretném megtartani a hajam. Mert szeretném megtartani a hajam. Miért használok Alpecint? Mert szeretném megtartani a hajam. Alpecin koffein sampon. Black Edition változatban is elérhető. Harcolj a hajadért! Joyra Pop a Diego-ban május 18-a és 21-e között. 10% kedvezmény laminált és vízálló padlóra, műfűre, padlószőnyegre. 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra és tapétára. Országszerte már több mint 100 helyen várjuk. Részletek diego.hu. Végezze el egyszerűen a kerti feladatokat a Lidl minőségi termékeivel, és élvezze a jól végzett munka örömét. Csütörtöktől őrületes Lidl áron a magas nyomású tisztító csak 33.333, az elektromos fűszegélynyíró csak 12.999, a kerti bútorszett pedig csak 89.999 forint. Lidl, minden jó, jó áron. Hűnek maradni a természetünkhöz annyit jelent, mi döntünk, hogy a saját ritmusunkat követve lassítunk-e vagy sem. Bűntudat és elvárások nélkül teljesen szabadon. Érezd a természet ihlette védelmet az új Naturellával. Magába szívja a nedvességet és a szagokat, majd a betét belsejébe zárja őket, hogy tisztának és frissnek érezzük magunkat, és azt tehessük, ami a természetünkből fakad. Naturella. Élj a saját ritmusod szerint. Egy bő negyed óra múlva feldobják a labdát az Arena Savariában, ahol már gyülekeznek a szurkolók, és kollégánk Korsós Kristóf ott helyben figyeli és követi az eseményeket. Szia Kristóf, mi a helyzet Szombathelyen? Alakul-e a döntőhöz méltó hangulat?
az első találkozó. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az M4 Sporton. Hát alakul a hangulat, a hírek szerint teltház lesz itt az Arena Savariában, ami ebben az esetben több mint 3000 szurkolót jelent, hiszen a vendégszektorhoz közelebb lévő palánk mögé is elhelyeztek egy mobil lelátót, hogy még több szurkoló beférjen ezúttal az arénába. A szurkolók már érkeznek, ahogy te is fogalmaztál Ágoston, a két csapat viszont már megérkezett, és itt most nyilván nem arra gondolok, hogy zajlik a bemelegítés, hanem sokkal inkább arra, hogy szeptember 30-án, 292 nappal ezelőtt megkezdődött az idei bajnoki szezon, és most arra már csak két csapat maradt, amely még bajnok lehet. Nyilvánvalóan a hazai pályaelőnye az nagyon sokat számíthat, hiszen hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a Falkó játszik pályaelőnyben, akkor az Alba az két esetben lehet magyar bajnok. Egyfelől akkor, hogyha két mérkőzést tud egymás után nyerni valamikor a sorozatban, és ez figyelembe véve, hogy a Falkóval ez egyedül egyszer történt meg, hogy két mérkőzést veszítsenek egymás után a szezonban, nem lesz egyszerű feladat. A másik forgatókönyv viszont az, hogy a páratlan meccseket nyerné meg az Alba, ami viszont ugye azt jelenteni, hogy mind a három szombathelyi mérkőzést, ami talán még nehezebbnek tűnik, tehát a hazai pálya előnye az nagyon sokat számíthat. Nyilvánvalóan a kosárlabda egy csapatsportág, és itt a Falkó fog az Alba ellen játszani, viszont azért a két sztárról, hogyha beszélünk, a háromszoros magyar bajnok Per Zoltán, illetve a Szolnokkal négyszeres győztes Vojvoda Dávid, hogy mire megy más egymás ellen, az is egy érdekes kérdés. Per, 5 másodperc még, egy újabb hármas, ez is bemegy. Persze, hogy bemegy, mert ilyenkor már minden bemegy. Kicserélődött a csapat, de szerintem az eredményeken ez eddig nem látszott meg. Megnyertük az alapszakaszt, megnyertük a kupát, most pedig a döntőbe jutottunk, ami egy nagy dolog, de nem szeretnénk itt megállni, hanem nagyon szeretnénk begyűjteni a bajnoki címet is. 14-13 győzelem, ugye volt egy magyar kupa vereség, de ha aztán számoljuk bele, akkor a magyar bajnokság ugye 13 győzelem sinorban, azért szerintem ez egy nagy dolog, és igazából ezek többnyire magabiztos győzelmek voltak a csapatnak. Nyilván ettől abszolút megjött az önbizalmunk, tényleg kőkemény párharcra nézünk a Falkó ellen, akik szerintem abszolút esélyesek, az elmúlt pár évben uralják a magyar mezőnyt, úgyhogy most jól lenne véget vetni ennek a szériának. Nagyon jó formában vannak, egy erős csapatról beszélünk, nagyon gyors játékot játszanak, tehát kulcs az, hogy a tranzíciós védekezésünk az milyen lesz. Úgyhogy szerintem egy színvonalas és jó döntő lesz. Ebből megint labdát szereznek a fekete-sárgák, Perl, ezt is be fogja dobni Falttal együtt. A Perzolit én a legjobbnak tartom itt a magyar bajnokságban, de nem csak a magyar játékosok közül, hanem őt a bajnokság legjobb játékosának is tartom. Nyilván az ő megállítása az egy kulcsfontosságú kérdés lesz. Ugye ez eddig most már több éve nem olyan sikerül senkinek, úgyhogy tényleg azon leszünk, hogy levesítsük a percet a döntőben. Ugye lehet rá készülni taktikailag, mindenhogyan fel lehet készülni, ő egy ős tehetség. Igazából, hogyha neki jó napja van, akkor igazából tök mindegy, hogy érekezzen ellene, így is meg fogja dobni a 20-25 pontját. Úgyhogy egy nagyon komplex falkorról beszélünk, de nyilván a Perzari az első számú játék, az nem is kérdés. Nagyon sok jó játékosuk van, ugye irányító poszton ott van a Pongó, illetve Somogyi, akik ugye szintén válogatott játékosok. Dekózi, egy nagyon jó dobójátékos, illetve a 4-es és 5-ös posztos játékosok is nagyon mozgékonyak, támadó lepattanókkal nagyon jól mennek. Úgyhogy mondom, a lepattanózás és a visszarendeződés az lesz a kulcs. Vojvoda! Ő bedobja! Egy utolsó 10 másodpercet bravúr kosár! Nagyon jó játékos, úgy érzem, hogy ő a csapatuknak az egyik kulcsjátékosa, úgyhogy az ő semlegesítés az mindenképpen az egy nagyon fontos feladat lesz, mert hogyha ő elkapja a ritmust, akkor képes 25-30 pontot is dobni a kerekocsán. Azért a mi csapatunkban idén nagyszerűen játszott a Pongó, Marci, a Somogyi Ádi, tehát nálunk azért nem csak én vagyok, aki tudja a csapatot segíteni, hanem tényleg több olyan magyar váltott játékos is van, aki szerintem idén lépett egyet előre. Két őstehetség, akikre egyaránt büszkék lehetünk most egymás ellen, tehát a magyar bajnoki döntőben. És Vojvoda Dávid ismét bajnoki döntőben, hogyha összehasonlítod a mostani helyzetét, szerepkörét Fehérváron,
a korábbi sikeres szolnoki időszakkal, akkor milyen benyomásaid vannak? Hogy látod az ő pályafutását? Hát ugye egyértelmű, hogy mind a két csapatnak az egyik legjobb játékosa, ugye a legtöbb pontot szerző játékosa, a legnagyobb figyelmet kapó az ellenfelektől, címet simán megnyeri szinte minden bajnoki döntőben, amikor akár szolnokon játszott, vagy akár most játszott. A szerepe az valójában annyiban más, hogy talán sokkal több vállalása volt akkor, többször volt jobb teljesítmény egy-egy mérkőzésen, tehát ilyen 20-25-30 pontokat, bár most is ugye vannak ilyen mérkőzései, de most inkább hoz egy olyan nagyon jó átlagot, amivel ugye állandóan segíti az Albát, illetve van körülötte olyan magyar játékosok, ami ahogy itt a szóba is került, akár Somogyi Ádi vagy Pongó Marcell, akik ki tudják úgy szolgálni, illetve ők is eredményesek, tehát fordítva sokszor vannak olyan szituációk, amikor már ugye megjátsza őket, és nem csak pontba, hanem asszisztátadásokba is kiveszi a részét Vojvoda Dávid. Utaltam már rá, hogy volt egy rossz szériája a Fehérvárnak ebben az idei szezonban is, valahol a szezon derekán, és akkor úgy döntött a vezetőség, hogy változtat, távozott a helyéről Matthias Zollner, és előlépett gyakorlatilag Alejandro Zubillaga, és gyakorlatilag kimondható az, hogy konkrétan szárnyra kapott a csapat innentől kezdve. Hát igen, ugye itt az edző személye, amiben szerencsés volt ez a váltás, az, hogy ugye negatív széria volt, kicsit lehet, hogy türelmetlen volt, Zollner már a csapattal volt, a különböző konfliktusok is, és ugye Zubillaga meg viszont ott élt már velük, ugye mint másodedző lépett elő a porondra, és kicsit más habitusú edző, és abszolút ugye összhangban volt a csapattal, tudja, hogy mire képes, tehát valójában ilyen szempontból egy megfelelő váltás volt, és ugye az eredmény is ezt megmutatja. És Somogyi Ádám szempontjából is pikáns csatára számíthatunk, hiszen a korábbi csapata ellen jutott be a döntőbe, tavaly még Szombathelyen ünnepelhetett, idén akár megteheti ezt Fehérváron. Hogyan látod az ő váltását így egy év távlatából? Hogyha megnézzük a számait, akkor azt láthatjuk, hogy nem tölt a pályán sokkal többet, de azt valamivel azért hatékonyabban végzi el azt a néhány, nem néhány, 20 körüli percet. Hát ugye egy éve idősebb lett, érettebb lett a játék, ugye a válogatottban is megmutatta már úgy magát, hogy képes jó teljesítményre, és valójában itt van neki olyan szerepe is, hogy nem csak ugye azért, tehát a Falkóban sokan voltak, ott volt Váradi Beni is, ugye az ő posztján, ugye a Perzolival együtt kellett megosztani, de most ugye sokkal jobban az 1-es, 2-es poszt jobban megoszlik közte és Pongó Marcell között, tehát termelni kell a pontokat is, és gyakorlatilag egyre érettebben játszik már szinte, mint egy ilyen 25-30 éves játékos úgy olyan adottságokat, olyan mutatókat mutat, illetve olyan szellemet a pályán, úgyhogy nagyon nagy jövő áll előtte szerintem. Zubillaga munkáját dicsértük az Alba oldalán, hát Konakov munkáját is dicsérhetjük, annál is inkább, hiszen nem volt olyan rég, hogy a szezon elején még azért nagyon sok kérdőjel volt azzal kapcsolatban, hogy a Falkó mire lesz képes, tudja-e tartani azt a színvonalat egy ilyen súlyos átalakulás után, ugye ne felejtsük el, hogy távozott Benke Szilárd, távozott Máradi Benedek, és még sorolhatnánk, és hát a válasz az, hogy tudja tartani, szóval egy nagyon különleges szakmai csata is lesz ez a döntő a kispadokról nézve. Hát ez biztos így van, egy hatalmas nagy taktikai harc lesz az egész, tehát és ugye mérkőzésre hol lehet változtatni. Az, hogy ilyen nagy változásban ment át a Falkó, úgy gondolom, hogy jól tudták pótolni a távozó magyar válogatott játékosokat, ugye ráadásul ugye még most van egy sérültjük is, aki nincsen, ugye Zach Brownie, ugye aki a Debrecen elleni elődöntőbe, illetve a négy közigyatásért negyed döntőben megsérült, tehát annyiban azért lesz hiányuk nekik, főleg a rotációba, de úgy gondolom, hogy maga ez a döntőbeli taktikai harc, ez mindig ugye, már mindenki ismer mindenkit, attól függetlenül idézőben téve szétvideózták már az agyukat, külön összevágtak mindenkiről jelenetet, és itt az egyéni dolgok fognak dönteni, hogy ki tud pluszt olyat kitalálni, illetve olyan szerencsés szituációba kosarat szerezni, ami akár döntő lehet egy mérkőzésen. Hát akkor hallgassuk meg, hogy a két vezetőedző mit talált ki. This is gonna be the first game of the finals. Következik a döntő első mérkőzése. Ebben a helyzetben talán kimondhatjuk azt, hogy a hazai csapaton van nagyobb nyomás, hiszen szeretné megtartani a pálya előnyét. Ebben a helyzetben mit várnál a játékosaitól?
Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb nyomás inkább akkor volt rajtunk, amikor a kupa után kellett negyeddöntőt játszanunk, és nem igazán tudtunk felkészülni rá, vagy pihenni rá. A döntőben minden mérkőzésen nagy a nyomás mind a két csapaton, úgyhogy ezzel teljesen tisztában vagyunk, felkészültünk erre, és nagyon fizikális mérkőzésre és szériára számítunk. Az Albánnak nagyon sok irányító típusú játékosa van, Vojvoda Dávid is egy ilyen, őt hogyan kellene levédeni, duplázni fogják esetleg? Hát ha ezt most elmondanám, akkor tudná az Alba, hogy mivel készülünk, persze csak viccelek, de azt gondolom, hogy ők a liga leggyorsabb csapata, és akár 10 másodpercenként képesek pontot szerezni egy támadás alatt, úgyhogy erre nagyon vigyáznunk kell, illetve limitálni az eladott labdákat. Ez igazából a taktikánk mai napra is. Somogyi Ádám, a korábbi játékosa, valószínűleg nagyon jól tudja, hogy hogyan kellene védekezni Per Zoltán ellen. Mire számít? Somogyi fogja védeni Pert? Mostanában minden mérkőzésen kipróbáltuk azt, hogy különböző védőket raktunk a legjobb játékosra, és ezt az ellenfelek is így tették, úgyhogy nyilvánvalóan majd meglátjuk, de mindenre felkészítettük Per Zoltánt, és készen fog állni a kihívásra, bárki is lesz a védője. 2017 után ismét a bajnoki döntőbe jutott az Alba, viszont hogyha bármelyik rájátszás sorozatról beszélünk, akkor azt kimondhatjuk, hogy az első meccsen mindig óvatosak egy picit a csapatok, még a döntőben is. Mi lesz a játékterve a mai nap az Albának? Szerintem ugyanúgy kell játszanunk, mint bármikor. Amikor már sokszor elmondtam, hogy minden nap fejlődnünk, ez a mai napra is igaz. Szeretném, hogyha jobbak lennénk, mint legutóbb. Védekezésben mi lesz a csapat taktikája? Zóna védekezést láthatunk majd? Hát, hogyha én azt most elmondanám, valószínűleg Milos meg tudná a meccs előtt. A viccet félretéve agresszíven kell védekeznünk, amin dolgoztunk is az elmúlt napokban. Sok olyan játékos van az Albának, aki nagyon jól kezi a labdát. Ki lesz az egyértelmű irányító mai napon? Nálunk vagy a Falkonál? Az Albánál természetesen. Nálunk ugyanazok az irányítók lesznek, mint az előző mérkőzéseken, és szerintem a Falkonál pedig Per, illetve Stepán Pot. Pályán már a játékosok, jön a döntő első mérkőzése Knézi Jenővel. Jó szórakozást! Hát. Elkezdődik a finálé az Aréna Szaváriában, amelyben 2017 után rendeznek ismét Falkó Alba döntőt a magyar férfi kosárlabda bajnokságban. Jó estét kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ugye ugyanakkor 6 év alatt már negyedszer találkozik a Falkó és az Alba rájátszásban, viszont a döntőben csak másodszor. Az Alba utoljára 2016-17-es szezonban tudta a rájátszásban legyőzni a Falkót. Igaz, ez éppen akkor bajnoki döntőben volt, és ez akkor aranyat ért a számukra. Ezt követően, miközben a Falkó bemutatása zajlik, napjainkig még kétszer találkoztak a rájátszásban a csapatok, mindkétszer az elődöntőben, és mindkétszer a szombathelyiek ünnepelhettek. Most idén mindkét fél gond nélkül az elődöntőben 3-0-ás söpréssel jutott a döntőbe, az Alba a Kecskemét és a Körmend ellen jutott tovább 3-0-ás összesítéssel, míg a regnáló bajnok Falkó, a Deac és a Zalaegerszeg együttesén átjutott a bajnoki döntőbe. Így mindkét gárda pontosan ugyanannyit pihenhetett, tehát az első meccsen ez biztosan nem fog szerepet játszani. A mérkőzés játékvezetői Bencúr Tamás, Praks Péter és Ádám József lesznek, őket mutatta most éppen be a műsorközlő, és akkor vissza a két csapatra, hiszen akkor kezdjük talán a vendégekkel az Albában a rájátszásban. Egyébként a magyar maga, azaz Pongó, Vojvoda és Somogyi volt az, akit ki lehetett emelni, szóval folyamatosan volt valaki, aki elő tudott lépni, de minden egyéb majd Danics Dóra és a Himnisz után következik. Isten jó kedvel bőr.
volt Alejandro Zubillaga, és itt pedig Milos Konakov, a két vezetőedző. Hogy ami a Falcót illeti, a korábbi idényekhez hasonlóan az idei szezonban is egyrészt megnyerték az alapszakaszt, miközben itt az összeállításuk, másrészt nem túlzás azt mondani, hogy a liga legjobb védekezése az övéké, fizikálisan az ellenfelek fölé szoktak nőni, és ami nagyon fontos, és egy jó csapatnak az ismérve, hogy a szoros meccsekből döntően általában győztesen tudnak kijönni. Hogy általában van egy nagyon magas szerkezet, amivel pályára tudnak lépni. Az irányítójuk, a szerb Pot pedig pont itt a szezon végére a rájátszásra tudta a legjobb formáját hozni. Volt, hogy szezoncsúcsot dobott közte 5 triplával. Ami pedig az Albát illeti, náluk azért azt nagyon fontos elmondani, hogy egyfelől ugye 5-szörös bajnok csapatról van szó, másfelől pedig, hogy ők hazai pályán elképesztően jók, és a legutóbbi 13 mérkőzésükön győztek Zubillaga irányításával. Egy vereséget szenvedtek el a Magyar Kupában, a speciál pont a Falcótól itt ezen a pályán, de egyébként a bajnokságban valóban, ahogy ott a stúdióban is Boriszék beszéltek róla, szárnyal az Alba Fehérvár. Nagyon sok olyan szurkolóval beszéltem, hogy az elmúlt napokban, aki azt mondta nekem, hogy itt még az sem kizárt, hogy meglepetés születhet ebben a fináléban. Azaz többen azt mondták, hogy akár az Alba egy meg is nyerheti, de abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy nem lesz 3-0 a döntőben, az szinte biztos. Hiszen két nagyon jól felkészített csapatról van szó, és olyan játékosokkal van megküzdelve mind a Falcó, mind pedig az Alba, akik valóban képesek mérkőzést eldönteni. Ami a Falcónál bezavart itt a képbe, az egyértelműen Zach Brownnak a sérülése, a térfalak szakadása, vele egy nagyon hasznos embert veszített el Milos Konakov, már ami a rotációt illeti, viszont azt is el kell mondani, hogy mind a két vezetőedző nagyon bátran nyúl a magyar fiatalokhoz, és akár Kivacevic Márkó, akár Söreg Jártó Ábel, akár Kovács Benedek nagyon jól szokott beszállni a mérkőzésekbe a Falcónál. Tehát ha már Somogyi Ádámról szó volt, ugye Pongóval együtt valamint Vojvodával őt már kiemeltem egyszer, de azért Takács Milán vagy Takács Martin is be tud nagyon szépen szállni, vagy éppen Balsai Ádám a játékban a másik oldalon, úgyhogy ebből a szempontból is ez mindenféleképpen egy érdekes összecsapás lesz majd. Az Albánál még azt szeretném kiemelni, hogy nagyon fizikálisak ők is, elsősorban a támadó játékuk. Úgy is összefoglalhatnám, hogy a magyar mező legjobban védekező csapata, a Falcó, a legnagyobb támadó potenciállal rendelkezővel, az Albával csak össze. Ugye a Körmend elleni elődöntőben az Alba kétszer is 100 pont fölé jutott, de ami a rájátszást illeti, ott is 90 pontot átlagoltak, bár hozzáteszem, hogy nagyjából az alapszakaszban is ez volt a mérlegük. Ami a finálékat illeti, a két csapat harmadszor találkozik egymással. Az elmúlt két alkalommal a Fehérvár bizonyultomnak a 99-es szezon végén akkor még 4 győzelemig tartott a párharc, és az Alba akkor az első 3 mérkőzés megnyerte, a vége 4-1 lett, 17-ben pedig a szombathelyiek rögtön elvették az Alba pálya előnyét, aztán az Alba javítani tudott idegenben, a vége 3-2 lett az Albának. A bajnoki címek számában egyelőre a Fehérvár áll jobban, hiszen említettem, hogy összesen 98, 99, 2000, aztán 13 és 17-ben is bajnoki címet tudtak nyerni. Viszont a Falcó az elmúlt bajnokságokat zsinórban tudta nyerni, ugye a 2020-as idény nem nyerték csak meg, de az a pontvadászat a pandémia miatt márciusban félbeszakadt. De azt mondják szakemberek, és a szurkolók egy része is, hogyha lett volna az a bajnokság, azt is magabiztosan nyeri a Falcó. Hát ezt most már soha nem fogjuk megtudni, azt viszont tudjuk, hogy ugye 19-ben, 18-ban, 19-ben, 20-ban, 21-ben, illetve a 21-22-es szezonban is nyerni tudtak. Összesen tehát 4-szeres bajnok a Falcó, tehát még egyszer csak 2008, 19, 21, 22. Íme Benc úr Tamás, a mérkőzés főjátékvezetője, és akkor kezdődjön a 2023-as bajnoki finálé, amely majd
egy Falkó támadással veszi kezdetét, és Somogyi az, aki poton védekezik, és ez egy kulcs poszt mind a két oldalon, akár Somogyit, akár potot nézem. Ez most egy jó védekezés volt Somogyitól. Ugye potot föladták, volt olyan mérkőzés az elődöntőben, ahol föladta az ellenfél, konkrétan az Zalaegerszeg elleni meccse, gondolok, hogy Sebastian Krasovec, az etemester elmondta, hogy ez az ő felelőssége volt. Nem gondolták volna, hogy ilyen meccset fog játszani Pott, ahol 5 triplát dobott, és még ezen kívül is volt pontja természetesen. Somogyi borzasztó nehéz helyzetben, nem is tudja jól megoldani. Egyelőre tehát nincsen kosár egyik oldalon sem. Láthattuk Somogyinak az elmúlt évekbeli fejlődését. Valóban jó látni egy ilyen magyar teljesítmény. És a bajnoki döntő Kowalsz triplájával kezdődik, mert hogy ő tudjuk, hogy erre abszolút képes. Ugye Tybee és Keller a két magas ember, Kovács van bent, Pott, valamint Kowalsz. A Falkónál Somogyi irányít, hogy az idegen légiós kontingens plusz Pongo jelen pillanatban az Albának a kezdőjében, ugye Fillmore, Dekózi és Quincy Ford a három légiós. Ott a lepattanó, Pongo kihozza inkább a labdát, Somogyi vissza, az már dobható, azt Pongónak el kellett volna vállalnia. Így Dekózi, újabb támadó lepattanó az Albánál, és végül is a befejező ember Quincy Ford, megvan tehát a szépítés. Az biztos tehát, hogy a fehérváriak az elmúlt három hónapot, ha nézem, akkor egyértelműen nagyszerű menetelésben vannak, és remek formában várják az aranycsatát. Gyakorlatilag a legjobb formára most kerültek. A Falkó pedig egész évben mutatta a brutálisan erős formáját. Pongo! Egy szabálytalanság. Tybee-nál két dobás majd. A Tybee nagyon hasznos csapattaggá lépett elő, és azért ők Kellerrel bent a festékben nagyon erős pozíciókat tudnak kiépíteni. A két csapat eddig 57 alkalommal játszott Szombathelyen, ebből 40 Falkó siker született. Székesfehérváron 59-szer játszottak, amiből 46-ot az Alba nyert meg. Tehát elmondható, hogy mind a két együttesnek a hazai pályája borzasztó erős. Pont ezért van jelentősége annak, hogy esetleg ki tudja elvenni a másik pálya előnyét. Ami most ugye jelen pillanatban a Falkónál van. Nézzük, hogy az Alba esetleg tud-e meglepetést szerezni. Elhagyja a labdát Pott, Pongo Keller mellett. Pongo még át a gyűrű alatt szépen így kicselezte Keller Ákost, és megelőzte azt Pongo, hogy betakarják. És ezzel akkor 6-3 most már az Albának. Tehát a jó kezdés után, mármint a Falkó jó kezdése után, Kowalsz tripláját követően csinált egy 6-0-ás sorozatot az Alba, és ennek még egyelőre úgy tűnik nincs vége. De Cozy ezt nem dobja be, egy kicsit erőltetett volt a megoldás, újabb támadó lepattanó. Ebben most az Alba nagyon jó. Pongo futtából behinti a 3 pontos. 3-9. 9-0-ás sorozata van most már az Albának. Azért az nem semmi, és egy újabb eladott labda közben. Nem így indult a Falkó számára a mérkőzés. Cserélni is fog azonnal Milos Konakov, nem vár tovább, csatába küldi Perl Zoltánt. Egyelőre azonban erre még várni kell, csak Perl odaült már a serepadra. Dekózi. Dekózi még. És a labda pedig a Falkóé, most jöhet a csere. Pott helyére érkezik Perl. Egyébként Alejandro Zubillagának meghosszabbították a szerződését. Néhány nappal ezelőtt, sőt, ugye Vojvoda Dávid is újra aláírt az Albába, a másik oldalon Perl Zoltán szintén hosszabbított a Falkónál. És éppen nála a labda. Próbálja beforgatni Somogyit, de nincs bent, Pongo szedi a lepattanót. Pongo, Dekózi, Fillmore szembe tud fordulni Tybee-val. Tybee oda, kaszál neki, rövid. És a labda pedig a Szombathelyieké.
meglehetősen statikus volt ez a támadás, ez nem biztos, hogy fekszik az Albának. Kowalsz. A védekezésen rettentő sok fog múlni. Látjuk, hogy ez melyik csapatnak sikerül jobban. Kovács a sarokból, nincs bent, gyenge kísérlet volt, és egy újabb védő lepattanó Pongónak, és a másik oldalon is érkezik Vojvoda, Dávid hamarosan, már ott ül a cserepadon. Somogyi. Próbálja végigvinni a betörését. Tiszta helyzeteket jobban tudja megoldani az Alba, mint ezeket az erőlködéseket. Ez meg egy falt Somogyinál. Amikor tiszta dobó helyzet volt és jó ütemű játék, akkor általában azok be is mentek. Ez az egy-egyben való betörések, ezek azért még nem jönnek be annyira. Pongót váltja Vojvoda Dávid. És ő lesz az, aki majd Kowalszt fogja. Perle. Kowalsz, elváltották, ez is kimarad, Vojvodája pattanó. Elhagyta egy pillanatra a labdát Vojvod, aztán megint megindul. Fillmore. Kovács megállítja őt, de Fillmore befejezi. Jó a kosár. 3-11, most már 11-0-ás az Albának a sorozata, hiszen 3-0-ra még a Falkó vezetett. Azért ez azt jelenti, hogy összesen egy triplát tudtak bedobni 5 perc alatt a szombathelyiek. Egy személyi hiba, mégpedig Dekózinál. Első személyi hibája, a második az Albán. Jónak tűnt a kezdés azzal a triplával, viszont azóta nagyon beragadt a meccsbe a Falkó, és akkor Kowalsz az, aki tovább lendíti a szekeret. Az ő két triplájával éri el a 6 pontot a szombathelyi gárda. Fillmore, Vojvoda, akit pont Perl fog. Somogyi, Fillmore, már dobja is. Szép 3 pontos. Most már egy komoly különbség, 8 pont. Keller, az előbb onnan Kovács kihagyta, ez pont a másik irányba, az előző az ugye pont a gyűrű tövére ment, ez meg túlságosan kifele, az meg be fog esni. És most már nem vár tovább Konakov, hanem inkább időt kér, 10 pontos Alba előny, 6 perc alatt csak 6 pontot dobott a Falkó. Sem támadásban, sem védekezésben nem álltak most össze a szombathelyiek, hiszen 6 perc alatt amúgy kaptak 16 pontot. We score one easy basket, we receive one easy basket. We said to people, don't want to play like this. We not use foul, we have one foul in 6 minutes. This is not okay today. Second, we come very slowly on opposite side to play offense. We not set the screens and after everybody who receive the ball want to rush. We cannot rush, we don't have spacing, we don't have rhythm, we don't have nothing. First, Zozo, if need, bring the ball. Okay, play post-up for Banach from this zipper. Ray, you are on the ball. Zozo, set the screen for Banach, put the ball inside and around the net. Okay? And after screen. Hey, I'm a stronger, hey! Get the arrow! I'm a... Van baj bőven, ugye ha Kowalsz nem lenne, akkor még nagyobb gond lenne, de így sem sok ez a dobott 6 pont. Kowalsz. Dekózi labdát is tud szerezni. Ott van elő Ford. És egy zsákolás. 18-6 az Albának.
A lepattanókban is jobban állnak a fehérváriak, és rengeteg az eladott labdája a Szombathelynek. Az meg két dobás. Majdnem megvolt már az Albának a labda, és ebből kaptak végül is egy faltot és két büntetőt. Somogyi Ádám második hibája, és azonnal le is hozza őt Zubiágá. Visszajön Pongu, illetve érkezik Takács Milán az Albába. Osztolnak De Kózinak, hogy neki is le kell mennie. Na nézzük akkor Tajvit. De Tajvi is hasonlóan Keller Ákoshoz egyébként, ha kell, nagyon szívesen dob el három pontost, annyi kiegészítés még, hogy közben Boris Barács is megérkezett a pályára. Ugye mind Keller, mind Kawesz leült most a kezdőötösből. Tajbi pedig mind a két büntetőjét bedobja. Vojvoda. Várja az elzárást, hogy abból tudjon dolgozni, megkapja az eléváltást. Látszik, hogy nagyon készültek a Vojvoda féle 2-2-ből a szombathelyiek. Pongo újabb három pontos. Könnyedén szerzi a tripláit az Alba. És most már túl vannak a 20 ponton. 13 az elő. Perl. Hú, micsoda lehetetlen helyzetből tudta bedobni. Pongo megint. Vojvoda. Ezt most nem dobja be, és nem is fér oda a lepattanóhoz. Barács elhozza két Albás között, és Ford kiszedi a kezéből Vojvoda elől egy zsákolás. Sokadik ilyen eladott labdája a Falkónak, amiből könnyű kosarat szereznek a fehérváriak. Konakov mérgelődhet. Ott. Perl. Láb. Elcsúszott az Alba védekezésben. Fillmore le a pályáról, és Diong érkezik az Albában. Itt volt még egyszer a labdaszerzés, Tajbi nem vette észre, hogy egyrészt lassú, másfelől pedig, hogy jön mögötte egy ember. Még egyel tovább. Na nézzük Kovácsot most. Ez sincs bent. Háromból három kihagyott triplából a sarokból Kovácsnál. Támadó lepattanó Barácsnak. Az sem megy be. Tajbi újra leszedi. Marad a labda a szombathelyieknél. Kovács. Elfut, visszakapja Pertől a labdát, de sincs bent, ellenben Tajbi jön a túloldalon. De volt egy gyenge oldali besegítés, de Tajbi remekül lépett be. Közben Diong is betalál. És ezzel megint a 13 pontos különbség állt be a két csapat között. Szép játék. Remek labdát adott Pott Barácsnak. De most már talán támadásban kezd magára találni a Falkó. A védekezése nincsen még rendben. Nagyjából egy perc maradt hátra az első negyedből. Az nem lesz jó Diongnak. Pongo adta el a labdát. Nem is volt szög egyébként ebben a paszban. Nem biztos, hogy egy szerencsés megoldás volt. Ráadásul Diongot pont annyira húzták vissza a derekánál fogva, hogy falt még ne legyen, de ne érje el a labdát. Perl. Kovács elbizonytalanodott, nem merte eldobni. Inkább a betörést választotta le, és faltolják. Két büntető. Három kihagyott triplát követte. Ez a betörési kísérlet most Kovácsnál.
az is jó. Tájbi helyére érkezik Keller hazaiaknál. Kongó. 50 másodperc van az első negyedből hátra. Takács majd Vojvoda. Vojvoda lép vissza. Perl remekül előről védi Diongot. Megszerzi a labdát a Falkó. Kongó azonban ki tudja szedni a labdát Kovács kezéből. Fantasztikus teljesítmények mind a két oldalon. Az előbb Perl védekezése, és itt pedig ez a labdaszerzés. Kongó bátran, ez kimarad, a lepattanó a Szombathelyeké, Perl szerzi meg a labdát, Perl eladja! Rengeteg a hiba a Falkó játékában, ez tőlük nem megszokott. Ez még az előző labdaszerzés, és aztán, hogy Kongó labdát Chen, ami aztán végül Kovács lábáról pattant ki. Így aztán az Alba még egy kosárral, ha tudja, befejezheti ezt a negyedet. Diong, ő nem tudom, tudja, hogy dobni kell. Kongó tudja. És Kongó bedobja egy utolsó másodperces triplával. 28 pontra növeli az Alba pontjainak a számát. 28-16, 12 pontos Alba előny. Abszolút jó a kosár, időn belül volt. Hát az Alba pontosan azzal a támadó potenciállal kezdte ezt a mérkőzést, amit nagyjából az elmúlt három hónapban tőlük megszokhattunk az edzőváltás óta. A Szombathelyiek pedig azért bár kezdtek magukra találni, de ez a sok eladott labda, és az, hogy nem szedik jól a lepattanókat, ez egyáltalán nem jellemző rájuk. Mindez persze az Alba dicsérete is egyben. 10-8 a lepattanó arány az Albánál, 3-3 támadó lepattanó mind a két oldalon. Szeretném fölhívni a gólpasszokra a figyelmet, 8 a 3-mal szemben, és az sem jellemző, hogy a Falkó egy negyedben 6 eladott labdával játszom. Két pontos a borzalom, ugye 9/3, az Albánál legalább ez 54%, és a triplája pedig az Albának kimagaslóan jó, 6-ból 4-et bedobtak 67%. Ebből is látszik, hogy elsősorban hogy a Falkónál a 2-es és a 3-as mutató az, ami miatt itt tartanak, ahol. Nem beszélve persze a védekezésről, de hát támadásban sem egyenesedtek még akkor ki. Itt pedig a székesfehérvári szurkolók. A címvédő egyelőre tehát gondban, de hol van még a meccs vége? Koncentráltabban, pörgősebben, talán egy fokkal magasabb hőfokon kezdte ezt a mérkőzést az Alba, mint a Szombathelyi együttes. Nehéz is lenne más mondani, hiszen közel 30 pontot dobtak a vendégek. Kongó. A hármas után egy kettes. Kongó nagyon belejött. 13 pontnál tart már Kongó Marcel. Fantasztikus teljesítmény nyújt. És ezzel eléri a 30-at az Alba. És az eddigi legnagyobb különbség most alakult ki, a 14 pont. Lépéshiba. Igen, Pott remekül lépett oda, és ezzel meg is zavarta Kongót. A passz az már későről jött. Perl védekezése, limitálása idegen szóval, az egy nagyon fontos kérdés. Ugye megállítani nem lehet, közben lejár a támadóidő is. Ha megállítani nem lehet Perl Zoltánt, a kérdés nála az, hogy mondjuk sikerül-e 10-15 pont környékén tartani, és akkor mindenki elégedett lehet védekező szempontból, vagy nem. Tehát őt 10 pont alatt tartani egy meccsen gyakorlatilag a lehetetlen kategória. Kongó.
Ford. Takács tisztán, úgy de rossz dobás. Diong viszont lepattanót szed, odaüt a kezére Keller. Így aztán jött a két büntető, és érkezik Szabó Zsolt, Quincy Ford helyett. Diong tehát kihagyja az első büntetőjét, de magas poszton fontos láncszeme Diong az Albának, még ha nem is ő a legélesebb kés a fiókban a pontok alapján, mert ő nem egy 20 pontos játékos, de amit tud védekezésben elsősorban, az nagyon fontos, de támadásban most mind a két büntetőt kihagyta. Pot. Barács. Szabó maradt le róla lábbal. Négy másodperc a támadó idő, ezben sövegjártó Ável is bent a pályán, éppen nála a labda, Perro. Sövegjártó, ugye a kintdobások még nagyon hiányoznak ám. A szombathelyieknél, mire kimondom, addig napot is betalál. Még mindig nem érte el a 20-at a Falkó, Vojvodát megállította a Perl egy nagyon szép védekezéssel. Vojvoda már bele is áll a trojkába, ez nincs bent. Diongot Keller szépen kitessékelte a gyűrű alól, jöhet a Falkó, Pot. Itt most van egy lehetőség a felzárkózásra, de kimaradt Pot duplája. Így még mindig 10 pont fölötti a különbség, és aztán Pot szabálytalankodik is. Mondta egyébként Konakov, hogy fizikálisan egy nagyon megterhelő, nehéz mérkőzése számít. Nagyon okosan kell játszani, mert eddig ez hagy némi kívánnivalót maga után. Takács. Vojvoda jött. Vojvoda próbálja végigvinni. Dobhat kettőt. Ez a fújás nem arat osztatlan sikert a hazai közönség körében. Dobhat tehát Vojvoda. Hát tulajdonképpen idén majdnem 20 pontos átlagot teljesít. Nagyon jó szezonja van Dávidnak. Mind a két büntető a helyén. És ezzel 4 pontos Vojvoda. Barács. Ezt a húzza még. Arra Pernek kell rávetődnie láb. És így akkor a Falkói a labda. Törölni kell a pályát. Négy másodperc lesz a támadó idő. Pot. Szép irányváltás. Dionggal ütközött. Volt egy könnyökös. Lehetett is látni Pot mozgásán, ahogy megtört. Ott ütközött Dionggal. Egy kicsit rá is járt. Újra 14-ről indul a támadó óra. Perl egyből beleáll a tempóba, most ezt nem dobja be. 3-1-ben jön az Alba. Vojvoda egy tripla. Bemegy. És időt kell kérnie megint Konakovnak. Szétrohanja őket az Alba. A döntő első mérkőzésén 35-19, most már 16 pontos az Alba előnye. Konakovnak megint időt kell kérnie. It's not one play, take a break, one play, take a break. It's next play after next play after next play. If we watch what happened the last play, we're going to keep getting beat all day. How
guys, we play fine. Zozo received the ball and he shoot the ball and everybody watch what will happen. And we said for in this case to Kiv will be getting back. Where is the guys who will go back? Hey, let's go to we think about small things, okay? Do we come back to they cannot score this what they score? And we said one more time, we play good defense, two in the row, we score, we want to rush. Stop and play the offense. We don't want this early transition immediately. Play five flash. Okay, play five flash, you will be down. Stefan, come. Okay, Barac, close screen, just banana. Park here, Aki, short roller, pick and pop read. If Fred, come in the box. Open up, order and space. Guys, we are in yellow, we need to stop the easy basket. Let's go! Get your own. One more foul. Hey. Ez is egy érdekes megoldás volt, hogy gyakorlatilag a 3-1-es lerohanást nagyon széthúzta az Alba, és egy triplával fejezték be, de bement. Szóval az eddigi legnagyobb különbség, 16 pont előny, Pott Keller lépett be a körtébe, és végig is viszi, kimarad, pedig zsákolni akart Keller, Ákos falt nem volt, közben Diong elől, kipasszolja, és akkor most tud felállni az Alba játszani. Pongó. Barac oda piszkált Pongónak, és ez bizony róla ment ki. Tényleg róla ment ki, mert visszapattant a combjára. Ott, majd Perl. Ez a Perl, akin megint Takács Milán védekezik. Keller. Megint de rossz passz volt, a lábához, a bokájához jött ez a labda, tartott labda egyébként, és így marad a falkonál, tehát megint egy nagyon rossz passz volt. Kettős csere a vendégeknél, Dekózi és Filmor jön, Diong és Vojvoda helyett. Zubiaga a Vojvodához beszél. Ott gondolkodott rajta, aztán nem is dobja be, a lepattanó pedig végül Filmoré. Pongó. Jön Filmor. Takács. Nagyon rossz helyzetben dob fel, de van támadó lepattanó, Filmor fölteszi kettőért. 37-19, már 18 az Alba előnye. Az meg egy falt Szabónál. Megúzták a golyó faltot, tehát hogy még egy plusz büntető legyen. És akkor már is visszajön Vojvoda Somogyival együtt. Itt egyszer rosszul védekezett most az Alba. Takács megy le és Pongó. És akkor nézzük Boris Baracsot. A két büntetővel Baracsnak eddig 2 pontja van a döntőben. Ő is Tájdióhoz hasonlóan egy nagyon-nagyon hasznos játékos, de hát őt már tavaly is láttuk. Előző bajnok csapatnak is a tagja volt. Egyébként ő is képes meccset eldönteni. Tehát van, amikor akár 20 pont vagy a fölött tud dobni. Egyelőre 3-nál tart. 14 perc kellett a szombathelyi együttesnek, hogy a 20 pontot elérje. Ez nem megszokott az ő esetükben. Somogyi. De Kózi, Vojvoda. Próbálja Kava ezt lerázni magáról. Vojvoda még, Szabó. Egy ütközés, mind a két játékos a földön. Eladja a labdát az Alba. Barács rávezeti Vojvodára, aki odaüt a kezére. Még az ütközés az lehet, hogy falt volt. Utána én úgy láttam, mint hogyha a labdát vette volna ki Vojvoda. Igen, az biztos, hogy labda volt utána, de előtte könnyen lehet, hogy falt. Vagy az is lehet, hogy úgy értem meg a játékvezető, hogy az nem labda volt. Első hibája volt Vojvodának. És akkor Barács megint dobhat kettőt.
apró kis segédpontokkal kapaszkodik vissza a meccsbe a Falco. Valbában Pongó 13-at dobott, Fillmore és Vojvoda 7-et. És még Fornak is van 6 pontja. A szombathelyieknél de Kovácsnak van 2 triplája, azaz 6 pontja, és Barács ezzel lett most 6 pontos. Vojvoda. 5,5 perc van hátra az első félidőből. De Kózi. Kovács mellett, és kiszédül. Bot. Megint itt a lehetőség a szombathelynek, hogy közelebb jöjjön. Keller kettesével ezt meg is teszik. 6-0-át csinált most Zsinórban a Falco. 25-37. 18 pontos előnyből csak 12 maradt. Somogyi. Az meg egy falt Barácsnál. Barács le, Tájbi vissza. A hazaiaknál Boris Barácsnak ez volt az első hibája, valamint Szabó helyére visszajön Ford az Albában. Ford. Somogyi kapja tőle, Dekózi mozog keresztbe, jön a Vojvod egy dupla elzárásból. Nem kapta meg a labdát. Dekózi. Nem akarja közelebb vinni, inkább bedobja a középtávolét. Ugye ebben van potenciál, hogyha Dekózi Kovácson akar egyegyezni, hiszen majdnem egy fejjel magasabb nála. Közben becsapdázták Potot, Vojvoda lép oda, és végül megszerzi a labdát az Arkonikalba. Vojvoda hozza. Belép Vojvoda, egy flóter, ez is két büntető. Köszönjük a játékvezetőt, hogy ez nem volt, dehogy nem. Ott Kovács meglökte Vojvodát, valóban. Jó fújás. Kimarad. A másodikat. Az már jó. Vojvoda ezzel 8 pontnál tart. A második legeredményesebb az Albában. Egyszer mind a mezőny második legeredményesebbje is. Pot. Megint a csapdázás. Kovács eladja a labdát. Kovács teljesen elbizonytalanodott, hogy kimaradtak a dobásai. Ez meg kimarad a másik oldalon. És... végül a Falco szerzi meg. De Kovács nem meri már eldobni a triplákat, mert nem mentek be neki, és mindig minden helyzetben passzolni akar, vagy betörni, de az dobni kell. Ugye erre mondják az edzők, fiam, ezért vagy fönt a pályán, dobd el. ...40-25. 4 perc van az első félidőből hátra. Pot. Kálbi, dobócsel után indul meg, és megint oda piszkálnak neki. Nagyon sokat csinálják a játékosok ezt, hogyha megverik őket, akkor így utána nyúlnak, így előre ezek tiszták. Ott kezében a labda, oda dugdosta Tájbinak, amit megszeres Somogyi. Az meg egy falt Kovács Benedeknél. Azonnal sportszerűtlent mutat az Alba kispadja. Az a helyzet, hogy továbbra is ezt tudom mondani, bár talán javult ebben a szombathelyi egyesület, hogy ugye 6 eladott labdájuk volt az első negyedben, és azóta is folyamatosan adják el. Ugye 10 közelében járnak, ami nagyon sok egy fél idő alatt. Pot leül. Somogyi, aki tavaly még bajnoki címet ünnepelt itt a szombathelyiekkel, aztán klubot váltott. Hétről hétre egyre érettebb játékot mutat. Azt nem mondom, hogy kész játékos, de ahhoz képest, hogy milyen fiatal. Somogyi Ádám
elképesztő. Ugye 2000-es születésű, tehát 23 esztendős, és olyan érettséggel játszik, mint hogyha minimum 26-27 lenne. Elképesztő fizikuma van, volt kitörölökölni. Az édesapja Csepel legendás játékosa volt. De Kózi. Túl gondolta. Megint meg akarta verni Kovácsot egy az egyben, csak a labdát elhagyta. Keller. Érdekesség, hogy Kellernek is még például csak 2 pontja van. Perl. Ez sem jó. Heidi lepattanó. Óriási búrát kapott. Perl közben. Ő meg bedobja a falkal együtt. Támadó lepattanót szerett a Falkó. Perl Zoltán állhat oda plusz egyért. Itt volt az óriási Ford blokk. És aztán Perl fantasztikusan szép megmozdulása. Ő nagyon jó büntetőző. Be is dobja még a némi kis segédlettel. 3 perc maradt az első félidőből hátra. Az Alba már 42 pontnál tart, a Falkó még csak 28-nál. Vojvoda. Falk. Ez is sportszerűtlent érhet egyébként. Meg is nézik a játékvezetők, tehát akkor ugyanezt a képsort szeretnénk majd nekik megmutatni, hogy azt nézik, hogy sportszerűtlen volt-e ez a szabálytalanság, vagy sem. Úgyhogy mutathatjuk is nyugodtan, mert ez lesz az. Nem lepődnék meg, ha az lenne. Na majd meglátjuk, hogy Benc úr játékvezetőik mit döntenek. Nem, marad a sima falt, 2 dobás. Úgyhogy Vojvoda, az előbb egyet kihagyott. Pongo után ő lehet a második olyan játékos a mezőnyben, és nyilván az Albában, aki eléri a 10-et, ha mind a 2 bemegy. Ezúttal nem hibázz el egyiket sem. Így 10 pontos Vojvoda Dávid. 44-28. 12 pontra visszaküzdötte magát a Falkó, most megint 16. Kovács, na ezt most eldobja, és ez végre bemegy neki. Ugye eddig csak rontott triplája volt Kovács Benedeknek, és az elbizonytalanodás. Ezen most úgy néz ki, hogy túllépett a fiatal magyar játékos. Vojvoda. 2-2-zni akar, aztán messziről dobja el, bedobja a 3 pontos, de még honnan? Azt a mindenit. Hármasra jön a hármas válasz. Nagyon messze volt, amit Vojvoda, legalább 8 méterre volt, amit Vojvoda eldobott. Keller kiszedik a kezéből a labdát. Fillmore inkább visszafordul vele, Ford. Kovács nagyon szépen védekezett, most nem engedte el az alapvonalat. Somogyi még. Keller is jól védekezett. 1:40 van hátra. Minden esetre bármi lesz most már itt a hátralévő másfél percben. A Falkó nagyon-nagyon keveset dobott eddig. Éppen csak túl vannak a 30 ponton. Gyakorlatilag egy fél idő alatt. Jobb napjaikon, jobb meccseiken egy negyedben dobnak 30 körül. Sőt, volt már sokszor, hogy 30 fölött. Vojvoda megint. Ez most nincs bent, de Somogyié a támadó lepattanó. És aztán Somogyié a betörés.
nincs falt és nincsen kosár sem. Kowes lefordult Fordról, Kowes még beviszi, végig is tudja. Szintzerék időt kér Zubiaga. 35-47-nél. Kedves ünnepségünk mindenki szurkoljon! És könnyen lehet, hogy Keller Ákos megsérült. A bordája alatti részt fájlalja, ugye itt tört. Aha! Igen, ugye itt volt, ahogy Somogyi betört, és a térde találkozott Keller bordájával. First of all, now press break, press break. After that, if they defension for side. Okay, they defension for side. If he's meant to make, egyelőre egy Prímán támadó albát látunk, egy összeszedettebb albát látunk, mint amilyen a Falkó. Falkó önmagához képest elég sok hibával játszik. Okay. If not, triangle and Spanish. Horns down. Kovácsnak 8, Fernek 7 pontja van jelenleg a szombathelyieknél. És akkor jön az első félidő végjátéka. Somogyi. Hozza Kowalsz mellett. Somogyi még ezt is kihagyja. Pedig milyen szépen megteremtette magának a lehetőséget. Nincs kosár. Így most a Falkónak ott a lehetősége válaszolni. Perl. Perl még. Bele fog állni a középtávolidő, és ezeket ő üzenbiztosan dobja be. Na hát 10 pontra csökkentette az előnyét a Falkó itt a félidő végére. Most már nagy csodát ne várjunk. Mármint a különbség tekintetében. Vojvoda. Megállították, eldobja. Visszaszedi Vojvoda Flóter. Az egy-két pontra még jó. És aztán Diong labdát szerez, úgyhogy nem tudja a Falkó kosára befejezni. 49-37 tehát az első félidő végén az albának. Én azt gondolom, hogy az a csapat, amelyik a regnáló bajnok otthonában a döntő első mérkőzésén egy hián 50 pontot tud dobni, az megérdemli, hogy vezessen. Az elsőben 28, aztán 21 pontot dobott. A második negyede már jobb volt a Falkónak, de még mindig sok a hiba. Innen folytatjuk hamarosan. Boris Barács úgy fogalmazott a döntő előtt, hogy a nyomás az első meccsen a legnagyobb, és hát a Falkó nem is találta leinte a ritmust, Pongóék pedig kíméletlenül kihasználták ezt. Elvehetik a pálya előnyt, de el is veszik, a reklám után beszélünk róla. Judit vagyok, hírek egy percben. Mindaddig, amíg Ukrajna nem veszi le az OTP-t a háború nemzetközi támogatóinak listájáról, addig az európai békekerettel és a szankciókkal kapcsolatos döntésekbe hazánk nem tud beleegyezni. A külügyminiszter elmondta, a háború egyre durvább, és eközben Ukrajna egyre ellenségesebb hazánkkal, amelyről Brüsszel nem vesz tudomást. Az a legfontosabb, hogy megtaláljuk az igazságos békéhez vezető utat, jelentette ki a köztársasági elnök az Európa Tanács állam és kormányfőinek találkozóján. Novák Katalin hangsúlyozta, az igazságos béke nem csak a tűzszünetet teszi lehetővé, hanem a tartós békét is.
Továbbra is kritikus a helyzet Észak-Olaszországban, ahol az esőzések miatt folyók áradtak meg. Emiatt a hétvégi Forma 1-es imolai nagydíjat törölték a szervezők. Már a hadsereg is részt vesz az erdő és bozót tüzek oltásában a kanadai Alberta tartományban, ahol két hete csak nem 100 helyen ég a növényzet. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Az első meccsen nem bírt egymással a két óriás. Manchesterben dől el a továbbjutás. Manchester City, Real Madrid, UEFA bajnokok ligája elődöntő, visszavágó. Ma este, élőben az M4 Sporton. Az utolsó előtti forduló zárónapján mindenki a Bozsik stadionra figyel. Hamisítatlan kiesési rangadó, melyen ha Kuttor Attila csapata nyer, biztosan bent marad az első osztályban. De a hazaiaknak is kell a győzelem, ha nem akarják a fehérváriakra bízni a sorsukat. Honvéd, Mezőkövesd és Újpest, Kecskemét, OTP Bank Liga mérkőzések. Vasárnap délután 2-től élőben az M4 Sport. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Vannak a hétköznapi pillanatok és a rendkívüliek, a fontos mérföldkövek az életünkben, amikor megérkezik az első fizetésünk, családot alapítunk, gondoskodunk a jövőnkről. Májustól MBH Bank néven segítünk neked ezeknél a fontos mérföldköveknél. Nyiss új ügyfélként MBH Bank számlát Mastercard kártyával június 4-éig, és a további feltételek teljesítésével 50 000 forint visszatérítést kapsz. Sőt, rendkívüli pillanatokat is nyerhetsz. Részletek rendkívülipillanatok.hu. Van a szimpla mozizás, és van a mozizás a 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Vásárolj legalább háromszor összesen minimum 50 000 forint értékben MBH-s Mastercard bankkártyáddal, és utazz Velencébe! Az élen diktálja a tempót. A fájdalomcsillapítót tudja tartani az iramot. A Nurofen Rapid Forte folyékony formában tartalmazza a hatóanyagot, amelynek köszönhetően kétszer gyorsabban szívódik fel. Nurofen Rapid Forte. Gyors és hosszantartó segítség fejfájásra. Keresse az akciós Nurofen termékeket a Patika Plus gyógyszertárakban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Láttad az About You ajánlatait? Hát persze! Vásárold meg kedvenc márkáidat nagyszerű áron, ingyenes szállítással az About You. Az MKB Bank és a Takarékbank egyesült. Ezzel új fejezetet nyitottunk a hazai bankok történetében, létrehozva egy stabil pénzügyi hátterű új nagybankot, amely a legtöbb fiókkal rendelkezik Magyarországon. MBH Bank. ...49-37 arányban vezet a Fehérvár a félidőben, pedig a mérkőzés Falkó kosárral kezdődött, Kávesz vert be triplát, ami az ő képességét ismerve egyáltalán nem meglepő. Hát amit a folytatásban látunk, az viszont annál inkább, hiszen ezt egy 5 perces rövid zárlat követte támadásban a Falkónál. Miért? Te mit láttál rajtuk? Hát megmondom őszintén, mintha az Alba bajnokságot akart volna nyerni, a Falkó meg nem. Tehát én így nagyon lesarkítva mondom, természetesen nem így van, de ők jöttek be a döntőbe, és ugye a Falkóra, akár a védekezésüket, akár a támadásukat nézzük a Falkónak az első negyedbe, gyakorlatilag ugye el voltak, eladott labdák voltak, nem voltak dinamikusak a támadásban is, akár a labda nélküli, vagy a labdás mozgások is lassú, ilyen közepes tempóval történtek, és ennek volt az eredménye az, hogy eladott labdák, rossz helyzet kiválasztások voltak. Tehát Albánál meg abszolút látszott, hogy ők ide nyerni jöttek. Hát olyannyira, hogy végül a túloldal egy 11-0-ás futással, vagy annak köszönhetően kényszerítette Konakovot időkérésre. Hát ott nagyon elment az Alba, és azóta se sikerült igazán visszajönni a meccsbe a Falkónak.
Hát annyi, mint hogyha kicsit bemelegedett volna a Falkó talán a második negyedre, mert azért már az kiegyenlítettebb volt, de látszott minden mozzanatában, akár a mozdulatgyorsaságokban, tehát vagy akár a saját lepattanóikat se szedték vissza, rendszeresen visszaszedte ugye az Alba, és abból szerezte kosarat. Tehát voltak olyan helyzetek, ami enélkül nem lehet bajnoki címet nyerni, és ugye az, hogy 49 pontot kapnak az első félidő otthon, ez a nagyon sok. És hiányoztak a bátor, jó egyéni teljesítmények is, ami a túloldalon megvolt, például Pongó Marcennek köszönhetően, aki ott folytatta, ahol az elődöntő párharcot abba hagyta, ugye 22 pontot dobott az utolsó meccsen a Körmend ellen, most pedig ennek a felét 11-et hozott össze az első 10 perc alatt. Hát abszolút vezérennyiség, és megadta az egész alaphangot Pongó Marcell. Itt láttuk ezt például ezt az ittszert, ahogy amilyen okosan ugye nem jobb kézzel tette föl, hanem átvitte bal oldalra, és Keller Ákos nem tudta megszerezni. Aztán ugye ezek az indítások is, bár ugye ez kimaradt, de itt is megint látszik az a harc, amit az Alba véghez visz valójában, és ugye nem csak az elán, meg a lendület, de egy csapat sokkal agresszívebb, akkor még a szerencsé is sokszor mellé áll, és pár Somogyi Ádám kiadott itt egy pár zicsert a végén, ez akár lehetett volna 55-56 pont is, amit kapnak, tehát ebben van a nagy gondja a Falkónak jelen pillanatban. Igen, mondtad, hogy a szerencse is melléjük áll egy ilyen meccsen, meg hát az is szembetűnő volt, hogy az önbizalom is nagyon máshogy néz ki a meccs alakulásának fényében ugye a két oldalon. A Falkonnál olyan furcsa vállalások voltak, és nem voltak pontosak a dobások. Az Albánál pedig hát láttunk extra dobásokat is, akár Pongótól, mondjuk, hogy zárt el az első negyedet, de gondolhatunk itt Vojvoda Dávid kosarára is, aki meg, nem tudom, 8-10 méterről állt bele. Jó, ő ezt tudja, de be is ment. Jó, hát ezt, és ráadásul ugye egy ilyen futószekéren ül most az Alba valójában, ilyenkor aztán a végképp sülnek ezek a dobások, és ugye ez a másik oldalon valószínűleg nem lehetett volna elmondani. Tehát ugye ott akár Kovács Benének is volt olyan, hogy nem vállalta el a dobást, tovább passzolta, eladott labda lett volna. Vagy ugye látszik az, hogy sokszor ugye csapdázik az Alba védelembe, akkor nagyon lassan jön ki abból a csapdából a labda, nem megfelelően jön, potnak voltak eladott labdái belőle, tehát nincs olyan, mintha nem készült volna föl valójában erre a döntőre, pedig nem így van a Falkó, biztos vagyok benne, hogy abszolút maximálisan felkészültek, csak úgy fejben nincsenek egyelőre még ott. Ott a második negyed derekán azért voltak talán biztató pillanatok hazai szempontból, hazai szemszögből, és egy 6-0-ban ez meg is mutatkozott eredmény szintjén is. Mennyire látod azt, hogy megtalálta a saját ritmusát a Falkó? Talán annyiban ugye ez annak volt köszönhető, hogy ebbe voltak büntetők is. Tehát jóval agresszívebbe váltak támadásba. Tehát amikor kiharcol valaki két büntetőt, az azt jelenti, hogy támadja a gyűrűt. És de ehhez mi kellett? A döntő terhét leadni magukról? Egy dinamika, egy olyan ellenállás. Pont amiről beszéltem, ezek azért felgyorsultak, már ugye Boris Balázsnak volt 4 büntetője, amit nagyon koncentráltan bedobott, de ez az kellett, hogy ő neki induljon. Tehát ugye neki ment Vojvoda Dávidnak egy indítás során, és hogy nem tudta megállítani csak falttal. Ugye ami még hozta még ezt a sorozatot talán, amire föl tud ébredni a Falkó, úgyhogy volt egy-két olyan védekezése, ami sikerült, és abból tudtak esetleg gyorsan indulni, és ugye abból harcolták ki ezeket a faltokat is, amiből büntetők lettek, tehát ugye ebből lehet építkezni, hogyha van két olyan védekezésem, és utána megyek, akár egy átmeneti játékkal, tranzícióval, vagy akár gyors indításra, tehát valahogy vissza kell hozni az ő lendületüket, ami ugye egy gyors játék valójában, és ezzel ugye az felállítvédelemi játék is gyorsabbá válhat. Minden esetre a nagy szünetben 12 pont a különbség, volt ennél több is, hamarosan jön a második félidő. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ne hagyja, hogy a viszérfájdalom átalakítsa mindennapjait, és az élete a lábai felpolcolásáról szóljon. Napi egy kettős hatású Benodúl viszérgyógyszer természetes bioflavonoid összetevői enyhítik a tüneteket és védik a vénákat. Ne cipelje magával a viszérfájdalmat. Védje vénáit napi egy Benodúlval. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Frissítő íz, ahogy mi szeretjük. Csobbanj velünk a zamatos körte és a friss citrom ízébe.
Soproni Radler. Töltsük meg körtével a nyarat. Az MKB Bank és a Takarékbank egyesült. Ezzel új fejezetet nyitottunk a hazai bankok történetében, létrehozva egy stabil pénzügyi hátterű új nagybankot, amely a legtöbb fiókkal rendelkezik Magyarországon. MBH Bank. Ő a legfiatalabb lányom, Sophie. Talán kicsit más a stílusa, mint a nővéreinek. De a Vintiden eladhatom, amit már nem hordanak. Töltsd le a Vintidet! Ez még belefér? Mi az, hogy? A Pennyben ilyen pici árak várnak. Gondolkodj piciben, vásárolj pici árakon. A Penny száraz tészta két darab vásárlásától most csak 285 forint. Penny, egyszerűen okosabb. A napja rutinját követné, de lázas és fejfájása van. Enyhe és közepesen erős fájdalmaknál segít a Dolgitakut 400 mg-os lágy kapszula. A Dolgitakut hatékonyan csökkenti a lázat, a fájdalmat és a gyulladásokat, hogy a mindennapokat élvezni tudja. Vény nélkül kapható, maximális hatóanyagtartalmú Dolgitakut 400 mg lágy kapszula fájdalom kezelésére. A Dolgitakut 20% kedvezménnyel kapható a Benu gyógyszertárakban és online. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A legnagyobb különbség 18 pont volt, az egyharmadát ledolgozta a Falkó. Képes lesz a maradékot is, vagy nyer az Alba? Képesnek tartom attól függetlenül a Falkót, hogy egy jó, sokkal jobb második fél időt produkáljon. Most már szerintem rendezték a sorokat, úgyhogy én várom, hogy egy jó, izgalmas végjáték legyen. Rövidesen kiderül, hogy milyen lesz a végjáték. Jön a második fél idő, és Knézi Jenő. Ahhoz, hogy izgalmas legyen a végjáték ezen a mérkőzésen, ahol sok mindennek kell történnie, elsősorban persze a Falkó oldalán. Hát nézem itt a statisztikát, az egyéni statisztikát, ugye Tájbi 4-1 a dobásokról beszélek, Keller 4-1, Pot 4-1, Kovács 6-1, Barács 4-1. Tehát ilyen teljesítménnyel, úgy, hogy közben van 9 eladott labdájuk, nagyon nehéz lesz megnyerni ezt a meccset. A másik oldalon egyébként Somogyi Ádám az, aki hasonlóképpen ma nem jól muzsikál, pedig ugye kiemelten foglalkoztunk vele is. Hát Ádám ma 6-0-nál tart jelen pillanatban, viszont van egy Pongó Marcell és egy Vojvoda Dávid az Albában, előbbi 13, utóbbi 15 pontos, ők ketten 28-at vállaltak a 49-ből, tehát gyakorlatilag a pontjaiknak a felét, több mint a felét ők ketten dobták, és a szombathelyieknél nincsen egyetlen olyan játékos sem, aki legalább a 10 pontot elérte volna. Ráadásul a gyorsindításból szerzett pontok aránya 11-0 az Albánál. Én nem is emlékszem olyan mérkőzésre az idei bajnokságban, ahol az első félidőben a Falkó gyorsindításból ne tudott volna pontot szerezni. Ez nagyon meglepő, és sok mindenre rávilágít. 24-17 egyébként a lepattanó arány, ami szintén az Alba javára billenti ellen pillanatban a mérleget. Nem véletlen, hogy 49-et dobtak az első fél időben. Nézzük akkor a második fél időt. Benne van Somogyi, Ford, Fillmore, Dekózi és Pongó. Az Albában Keller, Kowels, Tybee, Perl, illetve Pot a Falkóban. És Somogyinak a 7. dobása is kimarad. Ugye több betörése volt, egyik sem tiszta, mindegyik vagy kiszédült, vagy valami hasonló történt. Ez is ritka egyébként, hogy Somogyi Ádám 7-0-nál tartson. Kowels dob egy duplát. Így tehát Falkó kosárral indul a második fél idő. És ezzel megint 10 pont csak a különbség. Ugye ez a 10, ez 16-6-nál már kialakult, és onnan végig az Alba vezetett, de szép volt. Marad a labda.
Bongó magyarázza, hogy a dobócsert követően ráestek, hogy ez faltot ért volna. Egyébként igen. Van igazság abban, amit Bongó mond. Fillmore. Ford. Bongó eldobja a triplát, mert ugye muszáj volt, mert lejárt volna a támadóidő. A lepattanó a Falkói. Itt a lehetőség, hogy 10 ponton belül kerüljenek. Kott. Eladja a labdát. És utána visszahúzza Somogyit. Sportszerűtlent mutatnak azonnal a fehérváriak. Könnyen lehet, hogy meg is fogják a játékvezetők majd nézni. Egyelőre csak megkonzultálják. Igen, megnézik. Tehát akkor ezt a faltot szeretnék majd még egyszer a játékvezetők tüzetesen szemügyre venni. Az Alba labda szerzését követően, hogy mi is történt pontosan. Ugye itt van Pott, de majd eladja a labdát. Itt szerzi meg Somogyi, és Pott visszahúzza őt. És most egy másik kameraállásból innen jobb lesz. Igen. Még egyszer szeretnék gondolom megnézni majd. Jelentem, a döntés megszületett. Marad a sima falt, nem sportszerűtlen tehát ez a döntés. Egyébként én azt a másik, az előző vizsgálatot sokkal inkább éreztem sportszerűtlennek, mint ezt. Ez valóban nem volt az. Picit talán még Somogyi rá is játszott. Ford. Somogyi messziről, ez nincs bent. Csak halkan megjegyzem, hogy egy 8-0-nál tart Somogyi Ádám. Eddig ma nem az ő meccse. Ebből most az előző kettő olyan volt, amit neki muszáj volt eldobnia. Újabb lehetőség 10 ponton belülre kerülni a szombathelyieknek. Perl. Kipasszolja. Ott a sarokból. Bent van. 10-en belül a Falkó azonnal jön az Alba időkérése. 42-49. Ez azt jelenti, hogy egy 5-0-val kezdte a második fél időt a szombathelyi együttes. Be careful in the defense zone for side. Okay? More active in defense. More active in defense. Vale. Let's go. Next open. We play five side. If you cannot get nothing in motion, pass and pass back and attack. Next open against spot, low post, three side now. Say. No. After five side. Föl tudja hozni Egára magát a Falkó. Eddig ugye ennek nem sok nyoma volt, főleg nem amikor 18 ponttal vezetett az Alba. Itt most a 18 pont után most már csak 7 a különbség. És vélhetően azért egészen más energiákkal jött ki a szombathelyi együttes a második fél időre. Hogyha ezt az Alba most nem jól kezeli, akkor pillanatokon belül egál lesz. Bongó. Ford. Fillmore-ra összjáték, aztán Vojvodát keresik. Egyelőre messze még a gyűrűtől az Alba. Vojvoda, egy kitartott flóter, megy a labdája után, de nincs kosár. Tybee indul meg. Tybee még beviszi, de ő sem dobja be. De Kózi. Ott van Bongó üresen a másik oldalon. Nagyon ostobán eladott labda.
Na most az Alba nem nagyon találja a ritmus. Több mint 2 perc telt el, és még nem sikerült kosarat szerezniük. Pot. Egy fal. Természetesen mondjuk azt várni, hogy az Alba a második félidőben is 49-et dobjon, az sem teljesen realitás, bár még egyszer mondom, hogy az Alba az egyik legnagyobb támadó potenciállal rendelkező csapat. De azért hullámvölgy az mindenkinél van. Most éppen az Albánál ezt látjuk. Márpedig, hogyha itt hamar kialakul ez az egyenlő közeli állapot, ebben a negyedben mondjuk, akkor az meg lélektanilag a Falcónak fog kedvezni. Perl. Kovács. Egy leütés után bedobja. Egy újabb 2 pontos. 5 pontra csökken az Alba előnye. És most már ez így komoly nyomás nekik, hogy gyakorlatilag eladtak 18 pont előnyt. De Kózi. Szembefordul a gyűrűvel, emberről eldobja, egyáltalán nem volt helyzet. Nagyon nincsen most az Albának ritmusa. Perl vissza, pot, zicser. Szárnyal a Falcó, eltűnt az Alba előnye. 46-49. Kongó. És ez innentől kezdve egy teljesen nyílt mérkőzés. Kongó becsapja Kowalszt. És egy újabb eladott labda az Albánál. Teljes rövid zárlat. Hát ez azért nem nagyon volt benne a meccsben az első félidő képe alapján, hogy az Alba gyakorlatilag 3,5 perc alatt eladja az előnyét. 46-49, egy triplával egyenlíthet a szombathelyi csapat. Nagyon hamar bekövetkezett az, amit itt feszegettek a stúdióban Ágostonék. Ez most kimarad, Perl pedig szépen helyzetbe hozta magát. Megmenekül most az Alba az egyenlítéstől. Vojvoda. Kongó. Ford. Tajbi. Lefaltolja őt. Visszajön Somogyi a fehérváriaknál. Kettő egy a faltarány egyébként a Falcónak most. Bekózi megy le a pályáról. Így ez egy alacsonyabb szerkezet most az Albában. Somogyi. Ez most egy olyan helyzet az Albában, ahol valakinek a hátára kell venni a csapatot. Mondjuk egy Vojvoda Dávid tripla meg is teszi kezdésnek. 46-52. Ez volt az első kosara az Albának a második félidőben 4,5 perc alatt. Visszagyűrik. Perl Zoltán, aki nagyon feljavult, már 11 pontnál tart. Kalesz 12-nél. Somogyi pedig hiába viszi be, újra leszerelik, az meg egy falt. De Somogyi 9 rádobásból egyet sem tudott eddig értékesíteni. Ő azt mondja, hogy megütötte a fejét Keller Ákos. Vinci Fornak ez volt az első hibája. Hát megütötte vagy sem, faltot nem fújtak. Tajbi, Perl, Kovács, egy tripla, ha bemegy, de nem megy be. Nem tud tehát közelebb jönni a Falcó, az egy falt Kovácsnél. Harmadik csapathiba, Kovácsnek a második. Somogyi. Jön Vojvoda. Keller kiváltott rá.
Nézzük Vojvodát, ráüti a lábára a labdát, aztán Somogyi egy lábról bedobja! Hát hihetetlen, 9 kihagyott dobás után Somogyi Ádám egy ilyenből szerzi meg az első kosarát. Micsoda tripla volt! Perl, őt meg leblokkolja Ford hátulról. Jön Pongó, megvan a létszám fölény, Pongó áll bele, de nincs meg a hármas. Pedig itt most lett volna lehetősége megint 10-re növelni az előnyét az Albának. Így marad az 55-48. Tybee megindul, Tybee még kimarad, a lepattanóhoz nem fér oda, Keller, és mutatja Zubiaga, hogy nem kell rohanni. Most nem szép kosárlabdát látunk, maradjunk annyiban. Ugye rengeteg a hiba mind a két oldalon. Időkérés. A csere biztos, Tybee helyett jön Barács, Fillmore helyett Diong, akkor még nincs időkérés. Ugye Tybee-nak ez volt a harmadik hibája, őt taktikai okokból le kellett hozni. Ez volt Somogyi extra triplája. Hihetetlen. Három játékvezető konzultál. Valamit meg fognak nézni. Azt nézik, hogy hármas volt-e Somogyi dobása. Ami az utolsó másodpercben történt, ha minden igaz. Abszolút. Nem kérdés. Nem is volt véleményes. Ugye, mert a lába nem is volt ott a vonal közelében, így őszintén szólva. Köszönöm, hogy ezt miért nézik meg még egyszer. Vojvoda dob egyet. Aztán pedig oldalról jöhet majd az Arkonikalba. Vojvoda Dávid 19 pontnál tart. Ford. Eljutatják Kongóhoz. Itt Kawa ezt nagyon szigorúan véd. Kongó. Ford belépése. Még egyszer ki. Somogyi. Ez sincs bent. És marad a labda az Arkonik Albánál. De megbeszélik a játékvezetők, lehet, hogy megváltoztatják a döntést. Helyben hagyják. Mindössze 7 pontot dobott, majdnem 7 perc alatt. A második fél időben az Alba. Nagyon kevés. Vojvoda. Nincs bent. A labda pedig ezúttal a szombathelyieké. 11-et dobott a Falkó eddig, és 7-et az Alba. Perl és Somogyi csatázik. Állították a betörést. Perl megint. Ott a leváló Barács. Tovább Keller. Kellernek ez volt a második kosara a meccsen. Eléri az 50-et a Falkó. Vojvoda. Ha az Alba arra akar rámenni, hogy ilyen extra triplákat dob, az nem biztos, hogy jó lesz nekik, tehát kellenek, ha nem is könnyű kosarak, de az előkészítettek, igen. Ford triplája, ez megint az extra kategóriába tartozik, ettől függetlenül, amit az előbb mondtam, azt tartom. Tehát ha ezekkel az extra triplákkal akarja megnyerni a meccset a fal, az Alba, akkor azért az necces lesz, mert ez nem mindig fog ám így bemenni. Perl. Barács. Meccsben van Somogyival, fölteszi, Kavels is megy a lepattanóért,
marad a labda náluk. 2 perc maradt ebből a negyedből hátra, egészen pontosan 2:05. Somogyi helyére visszajön Dekózi, magasított most az Alba a szerkezetén. Keller, mert adja Fotnak. Barács. Ezúttal Fordot próbálja beforgatni. Sikerrel. Barács eléri a 8 pontot ezzel. Somogyi. Diong, Dobócsel. És hiába szedte le a támadó Dekózi, pont nincs belőle. Menjünk jöhet egy picit közelebb a Falkó, ha tud. Diong elég bizonytalan volt egyébként. Vojvodáról pedig kosara dob Keller. De megint meleg a pite, ahogy mondani szokás, csak 5 pont. Vojvoda. Falk, Fotnál. Hiába reklamál a szombathelyi kispad. Nézzük. Szabó Zsolt érkezik Fort helyett az Albába. Itt volt Fonakov reakciója erre a Falk fújásra. Ez meg a másik oldal, nyilván ők meg a maguk igazát mondják. Jelentem, Vojvoda eléri a 20 pontot. Viszont egy extrát játszik ma is Vojvoda. 61-54. Az utolsó percen belül ebben a negyedben. Perl. Szép tempó, be is dobja. Szabó nem mert közelebb menni, mert akkor meg lábon megverte volna mélységben őt Perl. Így viszont jöhet a középtávoli. Vojvoda. Barács megállítja őt. Somogyi. Le akarta még passzolni. Somogyi, nincsen fal. Eladja a labdát az Alba. Ott. Perl megint a betörést választja, megállítják, ott Dobócsel, Diongot megugrasztja, Barács tripla, ide rossz. Szabó. Hát ez a negyed, ez jóval gyengébb színvonalú, mint az első kettő bármelyike volt. Rengeteg hibával, kevés kosárral. Vojvoda. Honnan dobta el megint? Megy a lepattanóért. Szabó, ugye muszáj volt eldobni a Vojvodának. 56-61, ez azt jelenti, hogy 5 pontos a különbség. És ebben a negyedben most először jobb volt a Szombathelyi Egyesület. Mégpedig 19-12-re. Ugye ez egy óriási fordulat az Alba esetében, hogy a 28, majd a 21-re csak 12-t dobtak. Abszolút benne van ebben a meccsben a szoros végjáték. Ez a 5 pont, ez semmire nem garancia. Főleg, ha így folytatja az Alba, mint most ebben a negyedben. Tehát ha még egyszer csak 12-t dobnak, akkor el fogják veszíteni a meccset. Azt most mondom. Ugye Pongó, aki az első negyedben dobott 11 pontot, gyakorlatilag leállt, most tart 13-nál, a többiek meg aztán végképp sehol nincsenek. De senki nem nő föl Vojvoda Dávid mellé most a második félidőben. A szombathelyieknél Perl már 13 pontos, Kauer 12, Barácsnak és Potnak van 8-8 pontja. Elképesztő meccs. A döntő első találkozója. Egy nagyon jó első félidőt hozott az Albának. A folytatásban viszont kifejezetten gyengén muzsikál a vendégegyüttes. 12 pontra nehéz lenne más mondani. A Falkó pedig összeszedte magát. Egyszer volt ez már 3 pont is, 49-46-nál.
amikor annyira vezetett az Alba, ott azonban egyszer sikerült megint a 3 ponttól 9-re növelni az előnyt. Természetesen nagyjából a 2500 szombathelyi szurkoló talpon. Nézzük az utolsó 10 percet. Ki nyeri a bajnoki döntő első meccsét? Zónázik az Alba. Eddig ilyet nem csináltak. Ez egy 2-3-as zóna. Perl betöréssel próbálkozik, átdobja a gyűrűt, de a másik oldalon jön Tybee. Három pont megint, csak a különbség. Kongo, Kawes mellett. Szabó visszapöcizi, de kihagyja! Egy triplával megint egyenlített a szombathely. Perl. Egyszerűen, mint hogyha 20 perc után az Alba elfelejtett volna összpontosítani. Barács, Tybee, ő eldobja. És a lepattanó Barácsé fölteszi. Egyetlen egy pont a különbség. 60-61. Továbbra is komoly gond van az Alba, és a kérdés, hogy ezt a nyomást, amit a Falkó most hazai pályán rá tud tenni az Albára, ezt tudják-e kezelni a fehérváriak. Hiszen most lendületbe jött a Falkó, kimarad, átvehetik a vezetést, utoljára 3-0-nál vezetett a Falkó. Hihetetlen fordulat. Tybee belobja! Átveszi a vezetést. A Falkó 2 oda. Nagyon komoly gond van az Alba. És ha most nem tudnak észhez térni, támadó hibát fújnak Kongó ellen. Ha most nem tudnak észhez térni, könnyen lehet, hogy az egész meccsük rámegy. Időt kér Zubiaga. Érthetetlen, hogy mi történt a második fél időben az Albával. Képes megnyerni egy-egy mérkőzést, amikor nem játszanak jól. Na most ez egy tipikusan ilyen meccs lehet. Persze be kell tudni fejezni ezt a mérkőzést, a Albának pedig itt a lehetősége most megmutatni, hogy milyen tartása van ennek a csapatnak. Nyoma nincsen annak az Albának, amelyik 49-et dobott az első fél időben. A másodikban eddig összesen 12-t, 11,5 perc alatt. És növelheti az előnyét a Falkó. Perl. Csapatjáték szinten többet nyújt most a szombathelyi együttes, az Albában egyedül Vojvoda az, aki most értékelhető volt. És ő sem nagyon jó. Kovács. Feldobja, de Barács lepattanót szed. És hogyha visszaszedik ezeket a támadó lepattanókat, akkor komoly gondba sodorhatják az Albát. Tybee! És megint szednek egy támadót. Nem, végül megmenti a helyzetet Quincy Ford, de nem sok híja volt. Fornál a labda. Jön De Cozy. Vojvoda. Visszalép Vojvoda a hármasra, nincs bent, éppen a gyűrű. Éppen csak elment a labda. Kawes beleáll a triplába, de ő sem dobja be, de Tybee megint leszedi a támadót, ez sincs bent, és aztán ez a labda már az Arconic Albáé. Hát mi van itt? Azt a mindenit. Marad a 63-61, legalábbis ideiglenesen.
Kongó, és ellépi. Kongó belekeveredett a saját cselébe. Én szerintem ez inkább lépés volt. Tartott labdát fújtak egyébként a bírók. Ez tuti lépés volt. Törölni kell a pályát. Itt indul meg. Ráesik aztán Taibi Kongóra. Alapvonali bedobással jöhet az Alba. Lejár. Lejár a támadóidő. Kongó ezt nem vette észre, illetve az a helyzet, hogy nem is volt olyan helyzetben, hogy dobhasson. Ez megint egy rossz kiválasztás volt, így most a fehérváriaknál. Lendületben a Falkó. 3 pont volt a legnagyobb előnyük, ugye 3-0-nál még a meccs előtt. A meccs legelején. Most 2. Bármit dobnak, akár 2-est, akár 3-ast, az eddigi legnagyobb előnyük lesz, de Perlel adja a labdát. Dekózi, Kongó, ez is kimarad, de azért, mert megütik a kezét. 2 büntető. Per mindent megpróbált, hogy szereljen, de szabályosan nem tudott. Hát ha hiszik, ha nem, ugye 3,5 perc telt el az utolsó negyedből, nem dobott még egyetlen egy kosarat sem, nem szerzett egyetlen egy pontot sem az Alba. Ez lehet az első. 61-56 volt az Albának a negyed végén, a harmadik negyed végén, és továbbra sincs meg a pont. Ezt nem hiszem el, de cuki az a kislány ott középen, azt nem hiszem el. Kongó második büntetője, az már jó, megszerzi az első pontját az Alba. De ez csak ahhoz elég, hogy egyre csökkenjen a hátrány. Pot. Visszakapja a szerb, Barács. Kipasszolja, még egyel tovább, Kovács egyből. Bedobja a triplát, Ray Kovács. 15 pontos, most ő a Falkó legeredményesebb játékosa. 66-62. Vojvoda. Dekózi kapja tőle a labdát. Messze a gyűrűtől egyelőre az Alba. Nem nagyon van helyzet. Most fut be Vojvoda, aki Taibi visszahúz. Az a Taibi, akinek ez már akkor a negyedik hibája lesz. Le is hozza őt Konakov. Gyorsan szól Kellernek, hogy jöjjön. A csere megtörténik. Fillmore. Az Alba második félidei játéka egyelőre teljes csőd. Vojvoda. Fillmore. Ezt is sikerült kihagynia. Kovács. Vojvoda piszkál neki egyet oda. 49 ponttal vonult a szünetre, a nagy szünetre az Alba. 13 pontot dobtak azóta. És egy időkérés a Falkónál. Say be on the ball. No. Okay, two more foul. You. Ray. Sozo, send the screen. Come. Find one side. Aki open. Kendo. Kendo. Repeat. Pass to Aki. Yeah. Pass to Aki. Kendo. Repeat. Roll. Kendo.
keep going, Kendall. Yeah, go yellow. Don't go fast. It's your goal. Get him. Stephanie. Innen jön tehát a folytatás. Visszafordul a lapvonalra, de nem dobja be, és De Kózi szedi le a lepattanót. És utána eladja De Kózi, Pottnak odaadja, Pott köszöni és bedobja. 68-62, innentől kezdve egyértelmű a lélektani előny a szombathelyiek oldalán. Ritkán látni ekkora lefagyást, ekkora leolvadást, mint amit az Alba produkál a második fél időben. Falt közben Kowalsznél. Harmadik személyi hibája. De mondtam, nagyon halkan, hogy nyilván nem fog még egyszer 49-et dobni az Alba, de erre nem gondoltam. Hogy lehet, hogy a 20-at sem dobja meg a második fél időben, ha így folytatják. Vojvoda! De Kózi. Fillmore. Áthozza a gyűrű alatt és befejezi. Szép munka volt, jól forgatta be Per Zoltánt. Négy pont a Falco előnye. Kowalsz. Ott. Nem tudott betörni. Keller, ha bemegy tripla, és bemegy. Keller Ákos hármasa. Túl a 70 ponton most már a Szombathelyi Egyesület. 37-et dobtak az első fél időben. Pongó. Egy leütés után fölveszi, és eladja a labdát közben az Alba, Perl, Pot. Két dobás. Elképesztően nagyot megy most a Falco. Konakov hergeli a közönséget. De még egyszer mondom, ez még csak itt sem kell lenni, de aki itt van, az pontosan érzi, hogy a lélektani előny az most a Falcónál. Eladott labdák, értetetlen döntések, teljes elbizonytalanodás támadásban, ez jelenti most az Albát. Időt kér Zubiaga, az utolsó idejét kéri, 4 perc van még hátra a meccsből, és nem kérhet majd időt innentől kezdve. Foresight again. Force good. Don't be crazy in offense. There are 4 minutes, okay? We have 4 minutes. Don't be crazy. First step is try to believe, guys. Don't give up, okay? Foresight. If not, we will play 5 down. 5 down the next one, okay? Foresight, 5 down, okay? Let's go, guys. Let's go. 15 a Falcónak. Hol van már a 18 pontos Alba előny? És ugye ott folytatjuk, hogy Pott dobhat majd 2-t. Pott tehát a büntetővonalon kihagyja, ugye ő 10 pontnál tart, most már 4 olyan játékosa van a Falcónak, aki minimum elérte a 10-et, az Albában továbbra is csak Pongó és Vojvoda. A második becsorog. Ez az egy is sokat számíthat a végjátékban, a győzelem szempontjából ugye mindegy mennyivel nyer bármelyik együttes, itt nem ez számít, hanem a győzelem ténye maga. Tehát ebből a szempontból a Falcónak mindegy, hogy egyel nyer, vagy 10-zel. Fillmore kipasszolja. Ford messziről bedobja. Ez egy nagyon szép tripla volt. Ezzel visszajön 5-re az Alba.
és most lépte át a tizetezzel Ford harmadik Alba játékosként, most ő 12-nél tart ezzel a hármassal. Perla. Támadó hiba közben Baracsnál, aki egyébként a földre esett. Meg fogják nézni egyébként, ugye mutatja Bencz úr játékvezető, hogy mindenképpen faltolt Barács, támadó hiba, a könyökösér itt, és utána, hogy Pongó mit csinált, ezt a képsort fogják még egyszer majd megnézni. Bátran mutassuk ezt, amit az előbb, az kell neki. Született a döntés, tehát az biztos, hogy támadó, mert Barács könyökölt. Most nézzük, hogy minek minősítették Pongónak a megmozdulását. Semminek. Jöhet az Alba. Ford. 3,5 perc maradt a döntő első meccséből. Pongó, Vojvoda, egy irányváltás, Vojvoda tovább, Fillmore, Keller visszalép és betakarja őt. Micsoda védekezés. 3 perc maradt a meccsből, vezet a Falkó 5 ponttal. Ha ebből a támadásból is kosarat szereznek, akkor az egy nagy lépés lehet előre. Úgy át a másik oldalra Barácson lemaradnak, kosarat szereznek. 74-67. Most már 7 az előny. És 2,5 perc maradt hátra. Eladja a labdát Pongó. Barát szerzi meg, és Pongó visszaszerzi. Az igen. Ford. Vojvoda összerendezheti a mozgását, bedobja a triplát. Na ez milyen, hogyha ezt bedobta volna az előbb a Falkó, akkor 9 pont előny, ehelyett csak 4. Nem mindegy. Mert ha 9 pont, akkor 2 perccel a vége előtt, akkor az már fél lábbal a siker. Így azonban még izgulni kell. 74-70. 2 perc maradt. Perl. Kipasszolja. Keller. Rövid. A lepattanó Baracsé, akinek lehúzza a kezét Pongó. A negyedik hibája az Albának, ezért még nincs dobás. Ezzel, hogy kimaradt most az Alba, vagy a Falkó lehetőség, és Pongó visszaszerezte a labdát, és abból Vojvoda bedobta, aki egyébként 24 pontos, így meccsben maradt az Arconic Alba. Persze nem az ő kezükben van a meccs, azt rögtön hozzáteszem. Kovács. Támadó. Nagyon látványos volt, amit csinálsz Dekózival szemben, Kowalsz. Támadó hibát fújnak ellene. Itt a lehetőség az Albának, hogy közelebb jöjjön. Az volt. Vajon tud-e az Alba élni a lehetőséggel? Ha kosarat szereznek, akkor még bármi lehet ebben a végjátékban. Vojvoda. De Kózi nem meri eldobni. Inkább visszaadja Vojvodának, aki Keller mellett hátralép. Vojvoda, nincs bent a tripla. És jöhet a szombathelyi csapat. Igen. Szóval nem tud élni az Alba. A lehetőséggel 1,5 perc maradt hátra.
és 4 a Falco előnye. Ha ők most ebből bármilyen kosarat szereznek, azzal nagy lépést tesznek a győzelem felé. Vojvoda lökött, és akkor ezért dobhat már 2-t a Falco, illetve egészen pontosan Perl, hiszen ez az 5. csapathibája az Albának. A Vojvoda pedig 4 faltos ezzel. Már pedig Perl biztos kezű büntetőzőnek számít. Be is dobja az első büntetőjét. De az Alba a második félidőben eddig összesen csak 21 pontot dobott. Az elsőben 49-et. Mind a két büntető a helyén. 6 pontos előnnyel megy bele a végjátékba. A Falco ebből a támadásból, ha nem tud kosarat szerezni az Alba, akkor végük van. Itt már nem fér bele a hibázás. Kongó. Ford. Kongó. Nagyon rossz dobás. Kimarad. És innentől kezdve Perl nem fog rohanni. Percen belül vagyunk, 6 pontos a Falco előnye. És ezt már csak le kell tudniuk játszani végig. Csúnya szóval ezt le kell tudniuk menedzselni innen. Perl végigviszi, bedobja, és én azt gondolom, hogy ezzel az elmondható, hogy az első meccsét meg fogja nyerni a Falco hazai pályán, pedig ez nagyon sokáig nem így nézett ki. 18 pont előnye volt az Albának, és egyszerűen egy teljes leolvadás a második fél időben, amit az Alba produkált. Pedig megvolt a lehetőségük, hogy elvegyék az Alba a Falco pálya előnyét. A 18 pontra nehéz lenne nem ezt mondani. De nem tudták. Egy Vojvoda Dávid kevés volt, a többiek pedig ma nem nyújtottak maradandót. Csak rövid időszakokban, mint amilyen Pongó az első negyedben. Vojvoda beviszi két ember közé, tartott labda, jön a Falco. A meccs eldőlt. A második fél időben, ha jól számolok, 43-21 a Falcónak. Perl, 27 másodperc maradt hátra, nem kell izgulni, hogy kinyeri a meccset. 1-0-ra vezet a Falco a bajnoki nagydöntő első meccse után. Itt már csak az a kérdés, hogy mi a vége. Perl, persze, hogy bedobja a triplát. És ezzel túl a 80 ponton. A Falco 82-70, eladja még a labdát Dekózi, a szombathelyiek nem akarnak már rohanni előre. 82-70 arányban tehát győz a Falco az első mérkőzésen, és ezzel 1-0-ra vezet a döntőben. Hát amit a Falco a második fél időben csinál küzdésben, koncentrációban, azelőtt tényleg le a kalappal, az Alba pedig egyszerűen értékelhetetlen volt a második 20 percben. 82-70 lett a vége, tehát 21 pontot dobott az Alba összesen csak a második fél időben, és 45-öt kapott. Egészen döbbenetes különbség a két fél idő között. És hiába vezetett már 18-al is az Alba még az első fél időben. 12-re 9-et dobtak, tehát így nem lehet sem meccset nyerni, sem meccsben maradni. Ilyen negyedbeli mutatókkal, mint amit az Alba produkált a második fél időben. Csalódottak lehetnek az albások, hiszen 18 pont előnyről akár azt is gondolhatták volna a szurkolóik, hogy ezt a meccset meg tudják nyerni, nem így történt. Le a kalappal a Falco előtt, mert az első fél időben borzalmasan szenvedtek.
nem játszottak jól, de óriási elszántsággal, akarattal és nem utolsó sorban hittel Perl vezérletével, aki 21 pontot dobott, megfordították ezt a mérkőzést úgy, hogy egyébként nem játszottak ma jól. De ezt mondtam, hogy a Falkó akkor is képes meccset nyerni, ha nem játszik jól. Hallgatunk majd természetesen interjút, Pongó Marcelt kérdezzük, aki 11 pontot dobott az első negyedben, de aztán ő is megállt a ponttermeléssel. Úgyhogy Korsós Kristóf kérdezi Pongót. Marci, elképesztően hullámzó mérkőzés, ugye az első félidőben volt már egy 18 pontos előny, viszont a második félidőben csak 21 pontot szerzett az Alba. Mi az, ami ennyire szétesett a folytatásra? Hát igen, frusztráló, ugyanaz történt, mint a kupameccsen. Azt gondolom, hogy a Falkó egy nagyon fizikális csapat, ugye elég nagy magasaik vannak. Elkezdtünk egyénieskedni a második félidőben, nem ment úgy a labda. Váltások ellen nem találtuk egyszerűen az ellenszert. Megpróbálunk ezen javítani és szombaton nyerni. Hogy érzed, mennyire zuhant most össze ettől a csapat, hogy ez mennyire fogja meg a játékosokat? Én nem hiszem, hogy ez megfog majd minket. Otthon biztos, hogy egy sok közönség, vagy sok néző előtt egy jó mérkőzésre megpróbálunk nyerni. Érdekes volt ez a meccs abból a szempontból, hogy ha az első félidőt nézzük, csak akkor bőven lenne mire építeni, viszont a második félidőben, amik történtek, annak mi a legnagyobb tanulsága? Hát ezt kell majd kielemezni hónap után, hogy mit tudunk jobban csinálni a váltások ellen. Ezt majd még vissza kell nézni, most így nehéz erre megmondani a választ. Köszönöm szépen! Pongó Marcell azt mondta, hogy nem érezte azt a csapatán, hogy összeesett volna itt a második félidőben. Pedig azért voltak erre utaló jelek, de hogyha hihetünk neki, akkor a második meccs az talán már más lesz, és koncentráltabb lesz hosszabb ideig az Alba-Fehérvár is, hiszen most egy félidőre jutott a gyakorlatilag az erejükből. Mi történt itt a fordulás után? Hát eleve a Falkónak a védekezése agresszívebb lett. Gyakorlatilag kiszorították teljesen az Alba játékosait 8-9 méterre, tehát az első 2-3 passz is olyan messze volt a gyűrűtől, hogy gyakorlatilag esélyük nem volt. Ugye itt Pongó Marci mondta, hogy nem tudtak mit kezdeni a váltásokkal. Ugye ez az a jellemző, ugye attól függetlenül még a Fordnak volt egy 3 pontos a Keller Ákoson, de amikor most nem az Ákos terhére mondom, hogy amikor lecserélték, akkor viszont olyan ötöse volt fönt a Falkó, hogy gyakorlatilag mindenkit képesek voltak egy az egyből megtartani, hiába voltak olyan mismatch szituációk, amikor ugye a center fogta az irányítót, és képesek voltak megtartani egy-egybe, eladott labdák lettek, volt lejárt támadó idő. Tehát egyértelmű a Falkó védekezésének volt köszönhető, és egy kicsit ezt visszafogta az Albát olyan szempontból, hogy kicsit passzívá vált, hogyha megnézzük, akkor alig volt belső kísérlete, belső centerjátéka, egy-egy leosztás volt, de azt is kihagyták. Egy kicsit hiányzik az Albának ez a játék, hogy legyen olyan belső center mozgásokból, alsó pozícióból, tehát ezek az amerikai játékosok nem ilyen típusúak, ellenben a Falkónál meg vannak ilyen játékosok. És hát a szakmai dolgokon túl azért fejben sem volt a helyzet magaslatán itt a második félidőben a vendégcsapat, viszont a túloldalon a Falkó éppen ellenkezőleg nagyon higgadt, okos és türelmes volt, és fokozatosan dolgozta le a hátrányát. Hát, nem estek kétségbe a mínusz 18-tól. Hát nem, ráadásul vissza is jöttek ugye 12 pontra ugye a fél időben, és ez nem olyan nagy távolság, tehát pláne egy ilyen mérkőzésen a hazai pályán vagyunk 12 pont, úgyhogy nagyon rosszul játszunk az ellenfél, meg nagyon jól játszik, és csak 12-vel vezetnek, tehát nem olyan rossz ez, tehát van honnan javulni, van nulláról idézővetével följönni 2-3-4-5-re is, és ahogy meg is tette a Falkó, tehát itt hazai pályán vannak, döntőről van, tehát itt nekik kell esni, tehát itt nincs mese, így nem lehet még egyszer így játszani egy első negyedet, amit ahogy játszott a Falkó. Folytatjuk majd még, de Perl Zoltán meghallgathatjuk, aki 21 pontja mellé 7 gólpasszt is kiosztott. Gratulálok a győzelemhez, egy győzelem már megvan a döntőben, 2 még hátra van, viszont beszéljünk arról, hogy az első félidőben volt egy 18 pontos hátrány, elsősorban szerinted hogy sikerült abból visszajönni? Hát hasonló volt a kupa mérkőzés, hát szinte ugyanaz volt. Ugye szokták mondani, hogy az első meccsen mindig a hazai csapaton van a nyomás. Én is ezt éreztem a csapatunkon, hogy nem tudtunk nyugodtan játszani, mindenki be volt feszülve, idegesek voltunk, és amikor megnyugodtunk, akkor tudtunk visszajönni a mérkőzésbe. Az is érdekes dolog, hogy 16 perc után még csak 25 bedobott pontnál tartott a Falkó, a végén 82-ig jutott.
támadásban mi működött jobban a második fél időben? Türelmesebben játszottunk. Az elején nagyon sok olyan szituációba belementünk, ami az Albának kedvezett, és eladtuk belőle a labdákat. Igaz, hogy az elején is volt pár üres helyzetünk, de akkor sokkal rosszabb százalékkal is dobtunk. Az elején talán neked sem ment úgy a dobás, a végén viszont a tripla is beesett. Átszakadt ezzel a dobással valami? Hát nem tudom, igazad van, nem ment az elején a dobás, de próbáltam nem erre koncentrálni, és ugyanúgy elvállalni a helyzeteket, szerencsére a végére bejött. Csapatszinten is feljavult egyébként a mezőnymutató hazai oldalon, de nem csak ez érdekes, hanem például az eladott labdákat is érdekes figyelni, hiszen az első negyedben 6 volt a Falkó neve mellett, most 13 a végén, és hát ebben is átvette a vezetést a Fehérvár. Hát igen, ez a, ugye, amilyen fordított félidőt játszottak valójában, ennek volt az köszönhető, hogy a Falkó ugye gyengében támadott, sok eladott labda, kapták az indítást, most ez megfordult szinte, és itt ebbe a versenybe, hogy valójában melyik csapat adta el több labdát a gyengébbik félidejében, tehát ez erről szólt, úgyhogy ilyen szempontból is sikerült a Falkónak javítania, mert ugye, hogyha sikeres dobások vannak, meg jó átadások, asszisztláv, akkor nincs eladott labda értelemszerűen, tehát, és ellenben ugye Albánál ez abszolút megjelent a második fél időben. Igen, és az Albánál az volt furcsa, hogy nekem valahogy már egál körül is, ami még egy jó eredmény a Falkó ellen, igaz, hogy lélektanilag nyilván nehéz alkalmazkodni ahhoz, hogy jönnek föl, de valahogy én egál körül is azt éreztem a testbeszédből, néha a jelekből, vagy akár a lepatonokért vívott csatánál, mondjuk Dekózinál, hogy valahogy nem annyira élesek, mint ahogy kellene. Hát igen, egy csapat vagy életében bárki játszik, tehát hogy ha nem képesek úgy váltani, tehát hogy jön föl az ellenfél, abszolút ugye vezetek simán, jól megy a játék, megint nem sikerült a támadás nekik, megint sikerült, és egy ilyen spirálba kerülnek bele, és ugye utolér engem az ellenfél, ha nem tudok itt hirtelen újítani olyan dolgokat, még azért a harmadik negyedben volt egy-két felvillanása az Albának, egy-egy ilyen bravúr hármassal, ami hopp, lehet, hogy vissza tudjuk állítani az eredményt, de utána gyakorlatilag már ezek nem sikerültek, és főleg az, hogy kinti dobásokra voltak állandóan kényszerítve, akár az utolsó másodpercekben is ugye gyakorlatilag minden utat lezárt a Falkó védelem, így gyakorlatilag még az önbizalmuk is elment. Hallgassuk meg Keller Ákos értékelését. Egy nagyon komoly félidei és első félidős hátrány után sikerült megnyerni az első meccset. Mekkora teher került le így a második félidő alatt a csapatról szerinted? Hát figyelj, sikerült a legrosszabb forgatókönyv szerint kezdenünk, hogy engedtük az Albának, hogy fusson és hogy dobjon üres hármasokat. Telén persze be is dobtak mindent, aztán hogy fáradtak, ugye egyre inkább hagyták ki, meg ők is hibáztak. Az elején nagyon rosszul támadtunk, nagyon sok eladott labdánk volt, egyénieskedtünk egy kicsit, de aztán másik félre kicsit letisztult a játékunk, és összeszedtük magunkat, bedobtuk mi is az üres helyzeteinket, és nem volt annyi eladott labdánk. Igazából ez volt a lényeg, hogy végig daráltuk, és nem adtuk fel a meccset. És vissza tudtunk jönni a meccsbe, és átvettük a vezetést, onnantól kezdve meg nem volt vele visszaút, onnantól kezdve végig kézbe tartottuk a meccset. Én is nehezen hiszem el, ahogy kimondom, de a teljes második fél időben csak 21 pontot szerzett az Alba. Ez mennyire köszönhető a Falkó védekezésnek? Nyilván nagyon sok eladott labdája volt az Albának meg a második fél időben. Nyilván változtattunk a védekezésünkön is egy kicsit, agresszívebbek voltunk, és nem akartunk annyi hármas lehetőséget adni, nekik inkább tereltük őket befelé, és azokat a... Úgymond olyan helyzeteket, amikor velük voltunk, és kis kontakt is volt esetleg, azokat nem tudták jó százalékkal befejezni, és ennek volt köszönhető az, hogy visszajöttünk a meccsbe, és meg tudtuk nyerni. Itt most az első mérkőzésen úgy alakult a forgatókönyv, hogy a kulcsjátékosoknak nagyon sok percet kellett játszani. Mennyire lehet ilyen a döntő többi meccse is szerinted? Nyilván ez egy döntő. Nem hinném, hogy ez ugyanolyan lesz, mint az első két forduló mindkét csapatnak. Szerintem itt azért több lesz, mint három meccs, de ne legyen úgy, hogy most már arra szavazok, hogy három meccs, de nyilván a következő meccs is ugyanúgy kell kimennünk, mint most a második félidőre, és ezt kell folytatnunk. Most megjön szerintem újra az önbizalmunk ebből, hogy tudtunk egy ilyen jót fordítani, és mondom, mostantól a regenerálódás és az, hogy fel tudjunk pörögni arra a meccsre.
A semleges nézők pedig bizonyára arra szavaznak, hogy legyen csak 4 vagy 5 mérkőzés ebben a döntő párharcban is, aminek a második felvonását majd szombaton láthatják az M4 Sport Pluszon. 1-0 tehát egyelőre a Falkónak megtartották Perl Zoltánék a pálya előnyüket. És akkor még gyorsan 2 kosaras hír, hiszen párhuzamosan sok mérkőzés zajlott. A férfi bronz csatában 1-0-ra vezet az Alaegerszeg a Körmend ellen. A másik hír pedig a női kosárlabda válogatotthoz kapcsolódik, amely ma is magabiztosan nyert Szlovéniában Kisvirág vezérletével, úgyhogy jó hangulatban és jó eredményekkel kezdték meg a felkészülést az Európa-bajnokságra Székely Norbert tanítványai. Köszönjük a figyelmet, Boris, neked köszönjük a segítséget, ha tehetik, akkor maradjanak az M4 Sporttal, hiszen a folytatásban jön a Manchester City-Real Madrid rangadó a Bajnokok Ligájából. Viszontlátásra!